egy közön. Sziasztok! Sziasztok! 2018. december 6-a, azaz Mikulás napján kezdődik a mozgalmi találkozó Délegyházáról menetrend szerint. Pontos információk hangzanak el ma is. Egész biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat számára fontos, akik még nem is tudnak róla. És ebben légy szíves segítsetek! Mindenkinek segítsetek, hogy jusson el hozzájuk, mert hiszen az életükről van szó, a jövőjükről van szó, a lehetőségeikről van szó nekik is, úgyhogy osszátok meg az adást, és várunk mindenkit szeretettel a csetre, és kérünk szépen minél előbb egy visszajelzést, hogy milyen a kép és a hangminősége. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük az aktivitással. Na, hát aktivitás. Nézegettük mostanában, hogy hogyan is áll ez, nem csak nálunk, hanem úgy általában mindenütt. Én azt látom, hogy hatalmas ez az apátia. Hát egyrészt a valóságban, tehát a valós cselekvés lesz, ugye régóta látjuk, hogy emberek nem nagyon mozdulnak, néha elmennek egy-egy tüntetésre, és ezeknek is jelentősen csökken a létszám, amíg azért akár a választás után egész nagy létszámú tüntetések voltak, azért mostanában sem a diákok, sem az előző szakszervezeti tüntetés, sem bármilyen megmozduláson alig volt néhány ember. Ha megnézitek, mi volt ott a vérmezőn, tehát azon is meglepően kevesen voltak, tehát ennél azért még én is többre számítottam, hogy nem lett, vagy hogy ugyanarra napra szervezték valami sátoros sajtótájékoztatót, ugye azon is alig voltak a Kossuth téren, hogy ez ilyen sebizás ügybe tették. Tehát, és mondjuk, ha megnézitek a jobbikosok tüntetését, a Momentum, tehát alig-alig vannak emberek, tehát ez is, de nem csak ott van a pártia, hanem a Facebookon, ha megnézitek, hogy gyakorlatilag bármilyen esemény, vagy bármilyen anyag kikerül, nem csak a mi oldalunkban, hanem bárhol, ilyen alig néhányan írnak hozzá, alig néhányan lájkolják, nagyon kevesen osztják meg, legalábbis a korábbiakhoz képest ezt vettük észre. Nálunk még mindig vannak ezek az 1000 és 5000 közötti valós megtekintések, de azért ezek is kevesebbek, mint korábban voltak, és mindenki minél ezt látom. Tehát valamire úgy tűnik, mintha bántnának az ember, vagy egyszer történik valami. Ez most ugye lehet egy jó is, hogy esetleg egyszer majd elpattan, és akkor kipattan, de egy kicsit nekem nem ez az érzésem. Tehát az érzésem, hogy így mindenki... Hát a várakozás időszaka van. Na de mire írom? Mire? Az advent időszaka, az előtt befelefordulás. Igen? Igen, teljesen viszik a házakat, hozzák a hülyék törvényeket, amiket éppen nem hoznak, nem tudom, hogy most már valamikor befejezi a parlament is, akkor előkészítik, és akkor januárban megint nyomják kérdeket. A legfontosabbak a család a törvényben adják. Elég van, persze. Kivétel most mondjuk ezt a rabszolga törvényt, ami nem család a törvénybe. Hát minden tovább nélkül. Elrejtik, hogy ne is vegyék észre az emberek. Igen, megcsinálták a családvédelmi konzultációt, amiből saját maguk számára előnyös törvényeket fognak alkotni valószínűleg jön már elején. Ugye addig üresztül, sőt, valószínűleg már össze van rakva, ez csak azért kellett, hogy azt mondják, hogy és akkor mit szóltak az emberek, és konzultálnak velük. Tehát egy kicsit ilyen ébresztőt kellene fújni egyébként, tehát akár a bejegyzések, hozzászólások, a mi akcióinkhoz vagy bejegyzéseinkhez, tehát rendkívül kevés, tehát mi közülünk is nagyon kevesen írogatnak hozzá, illetve sokkal több cikket, valós bejegyzést kellene
tenni. Tehát igazából most a legtöbbet a Veres István meg mi teszünk egyáltalán az oldalra bármit, és mi vagyunk azok, akik ezekhez írogatunk. Tehát azt azért lássuk be, hogy ennél azért most ezt a nézőknek is szól bőven, hogy kedves nézők, ugye most is sokkal többen nézitek, mint ahányan hozzászóltok a dologhoz. Tehát, hogy sokkal aktívabbnak kellene lenni. Ezt ugye ezerszer elmondtuk, hogy azért, mert így mindenkinek az ismerősei is látják, hogy ugye ő valamihez hozzászólt, valamit lájkolt, valamit megosztott, és így sokkal kíváncsibb lesz rá, hogy mi lehet az, amihoz az én, Juliska barátnőm már harmadik napja folyamatosan hozzászól. Tehát, és akkor megnézi ez az ismerős, hogy tényleg ez érdekel, engem is én is hozzászólok. És neki is van egy barátnője vagy egy barátja, aki megnézi, hogy hát miért szól hozzá, azért szól hozzá, mert tetszik. És tehát ez így fog működni, de ha egy csak így éppen valamit elolvas, aztán ezen tovább lép, akkor itt nem lesz változás, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ugyanígy fontos ez az akciókra is. Tehát azt viszont nagyon jól látszik, hogy a fizikailag megvalósított akciók, tehát az kint vagyunk az emberek között, azok baromi hatásosak. Tehát ez a... hányan mentek ma oda hozzá, Ferdinánd? Hát legalább 6-on vagy 8-on. Így van, tehát egy csomó olyan oda mentek, szólnak, dudálnak, integetnek, egyetértésüket, vagy nem egyetértésüket fejezik ki, teljesen mindegy, akkor is történik valami. Tehát legalább történik valami, de ha nem csinálunk semmit, nem megyünk ki az emberek közé, nem rakunk ki plakátokat, akkor nem fog történni semmit. És ez még nekik oda, hogy azért most nem egy ilyen nagy frekventált kisvárosról beszélünk, Ráczkerül, ez egy alvó kisváros, hát az utcán érnek az emberek. Nem is gondoltam volna, hogy ennyien meg fognak állni, fényképezni, képzelősködni és lájkolni. Hát szabályosan megállt volt, aki is fényképezte a monodómat, meg a másik felét is. Nagyon, ez egy pozitív volt. Pozitív élmény volt, és ugye azt tudni kell, hogy kérdeztem az Ráczkerül, hogy milyen beállítottság is, azt mondják, hogy azért keresztény demokrata. Ugye nem figyeltes dolog, és mégis ennek ellenére ennyi ember volt. Isten? Hát ugye Mikulás van, és az a gondolat, ahogy utazgatom Budapesten a Pest megyébe, stb., hogy a Mikulásra és Karácsonyra, hogy a Budapest, az ország, Pest megye, hogy fel van díszítve ezzel a konzultációs plakátokkal, és a családok éve van, gondol erre az a rengeteg pénzt, aki kidobta erre a plakátokra, hogy hány kisgyerek nem kapott ma Mikulás, hány kisgyereknek nem jut egy szaloncukor, amit mi kaptunk ma például egy boltba, azért mert megdicsértük a Mikulását. És akkor a város és a Pest megye például úgy néz ki, hogy teljes karácsony van. Ötösével, hatosával a nagy plakátok az út mentén mindenhol ez van. Hogy családok éve, meg szaporodjatok. Hát kéne szaporodni valóban, mert a bűnözők maradnak így, ők szaporodnak, mert nekik van mire. De létbizonytalanságra hát nem fog szaporodni, amikor a kisgyereknek most nem jutott egy szaloncukor egy Mikulásra. Akkor mire szaporodjon? Jó ember. És ilyen szemetekre költik, hogy az ország tele van ezekkel a plakátokkal. Bálem, merre mész, mindenhol ez van a szemet előtt. Már nincs Ocean reklám, már nincs ilyen, már nincs Tesco. Csak ez van. A plakátra kell szaporodni. Létbiztonságra kell szaporodni. Akkor még azt tegyük hozzá, hogy te mondtad. Hogy azért megemlítetted Pestet, meg Pest még ugye az aránylag itt az a legmagasabb az életszínvonal, tehát az itt keresetileg is itt van a legtöbb pénz. Most akkor menjél egy Szabolcsiba, amit mondtak mindig a kormányfőnek, hogy nem az arra mentből meg a jókofizni kell mindenhol, le kell menni egyszer Szabolcs megyénbe egy kis faluba, hogy ott hogy élnek az emberek. És ott megy az átlagfizet. Van a krumpliból valószínű, amit kaptak áprilisban, tehát így körülbelül ez lehet ott a történet. Közben egy kicsit a nézőknek adszuljunk vissza, ez is rakták, hogy inter is legyen az aktivitás, tehát interaktivitás. Köszönjük a visszajelzéseket, hogy jó a hang. Krisztián új kütyüménynek hála, mert Krisztiánnak ezt kitalálta. Most már kettő mikrofonnal közvetítünk, tehát én is azt vettem észre visszahallgatva a múlt heti adást, hogy sokkal jobb és érthetőbb volt a hang, és akik távol ültek, azokat is jobban lehetett hallani. Tehát itt van egy szürke színű mikrofon, itt pedig egy fekete színű mikrofon, aminek ugye hosszú a zsinórja, tehát hogyha mondjuk 30-40-en lennénk a talin, akkor a fekete színű mikrofon hátrébb lehetne vinni a sorok közé, és még többen hozzászólhatnának. Tehát, hogyha
hogyha itt, ha már az aktivitásnál járunk, mindjárt éppen figyelek rá, akkor meg lehet említeni, hogy bizony a fizikai jelenlét is nagyon jó tud lenni. Én azt gondolom, hogy itt lehet igazán érezni azt, hogy itt azért valamit ki lehet találni, valami még mindig körül, talán ugye Szabó Marika érzi ezt, amikor ugye mostanában, ha jól tudjuk, anyagi okok, mert kevésbé jársz, hogy ilyen távol vannak a talik, és hogy mennyivel jobb innen részt venni, mint otthonról nézni a találkozót közvetítésbe, tehát teljesen más a dolog, és így azért mondjuk mindenkinek, hogy azért itt a tali, a hivatalos rész, tehát a közvetítés előtti rész előtt is vannak történések és beszélgetések, és utána is vannak történések és beszélgetések, és rendkívül jól haladunk egyébként az ügyekben, tehát többünknek a saját serizás ügyének a megoldásában. Vannak olyan lehetőségek, vagy olyan ténykedések, amiket ugye nyilvánosan nem osztunk meg, vagy egyelőre nem tudunk még megosztani, de nagyon jól haladunk ezzel kapcsolatban. Tehát ezért érdemes eljönni és itt közöttünk részt venni, és akkor sokkal izgalmasabb tud lenni a dolog. És egy picit még oda-vissza, hogy a fizikailag megjelenni az emberek között azzal, hogy bizony nem kell bevenni a Fidesz maszlagot és a Fidesz fasságokat. Tehát én azt láttam ma, ugye Ráckevén, csak ugye belekezdtél, és nem biztos, hogy minden néző látta a videót, ugye Ráckevén volt tárgyalásunk, és ott előtte megint néhány sárga pólósnak eszébe jutott véleményt nyilvánítani, meg hát utána is, de most, amit előtte beszéltünk a diktatúra feliratokkal kapcsolatban, tehát hogy így az emberek, én azt látom az arcukon, hogy úristen, szabad ilyet csinálni. Tehát nem csak az van, ami folyik a médiából, és nem csak az van, hogy kusba kell lenni, hanem az emberek kimernek állni bátran a rendőrséggel szembe, a bíróság elé, járkálnak a Árpád hídon a diktatúra felirattal, vagy ugye mint a vége felé Irénke, a bankok elé elment a diktatúra zászlójával, megint másnak eszébe jutott, hogy valamit fölragasztott a bankra, megint más bement a bankfiókba véleményt nyilvánítani. Tehát, hogy ezek az embereken én ezt láttam, ezt a döbbenetet, hogy úristen, a hősök, ez az egyik vasállarcos filmben jelent meg, talán itt az egyik legutolsó feldolgozásában, amikor ugye a D'Artagnannék ellen kellett fellépni a testőrségnek, és azt mondták, hogy úristen, ezek a hősök, ezek legendák, és én ezt látom ezekben az emberekben is, és a gyerekek szeme, ahogy csillog, ahogy ő is szeretne hős lenni, ő is szeretne valamit csinálni majd, tehát valahogy ezt kellene mutatni minél több embernek, tehát nem csak nekünk, hanem másoknak is, hogy igenis, ennek van fogalmatja, és még egy ember elindul plakátolni, és még egy kiteszi a diktatúra feliratot. Nem tudom, hogy Irénke, volt már bántódásod belőle, hogy sétálgattál, most már többször sétáltál, teljesen egyedül a diktatúra felirattal. De hogy mások, tehát más emberek sem bántanak emiatt. Csak beszólásod, hogy jó, hát beszóltak ennyi, de nem volt ebből semmi baj. Tehát gyakorlatilag ki az, aki ne tudna csinálni a Irénkének a plakátja, az belekerült körülbelül 823 forintba, hogyha így megnézzük, néhány papírlapból van összerakva, és kellett hozzá egy valamilyen karó, amivel föl lehetett tenni, ez éppen egy bambuszból készült. Tehát nem egy nagy történet, és már lízálóivá is van téve ennyi idő alatt, tehát egy esőbe sem lenne neki semmi baja. Tehát ez bárki megtehetné, bárki sétálgathatna. Tegnap megmutattuk, hogy ez lehet a saját lakóhelyen is, tehát ott, ahol korábban az irodánk volt, ahol mindenki ismer minket, a pékség, ahova járunk vásárolni, a buszmegálló, ahonnan a gyerekeink indulnak és mennek. Tehát ezen a környéken csináltuk meg ugyanezt a vélemény nyilvánítást, ahol minden második autóból úgy szólnak ki, hogy szia Laci, tehát ilyen szinten ismernek. Tehát nem kell ettől megtenni, hanem igenis menni kell és csinálni, és az embereknek ez tetszik. És amikor majd eljutunk oda, hogy az lesz a hülye, aki nem csinálja, tehát azt fogják hülyének nézni, Irénkének volt egy ilyen víziója, hogy amikor majd zászló hegyek lesznek, tehát minden második ember egy diktatúra zászlóval megy, vagy mint a Szabó Marika, amit ugye milyen sokáig állt át innen a Kossuth téren, meg a bank előtt, meg mindenütt a szendvics embernek felöltöztetett tábláiddal. Tehát hogy igenis, attól, hogy a Marika oda megy a bank közelébe, bezárják kulcsra a bankajtót, tehát megkérik, hogy... Őrszolgálnak. Persze, azóta is ott állnak az ajtóban. Kettő őr, gyerekek, amikor ugyan ott szoktam eljönni, amikor a Kossuth téren diktatúra feliratot adok, kettő darab őr van az ajtóban, amióta a Marika ott volt,
és rendszeresen megállt a szabadságtéren a bank előtt. Tehát minden banknál el lehetne ezt érni, hogy 2-3 őrnek ott kelljen lenni. Már az emberek rosszul éreznék be magukat, hogy bemenjenek, mert mindig kulcsra zárják az ajtót. Minden bank előtt ott lenne valaki egy táblával, hogy ez egy csalóban. Szerintetek nem lenne megoldás? Már régen megoldás lenne. És mindenkinek van 1-2 órája, akár minden nap, hogy kiálljon és véleményt nyilvánítson. És a sorrend az volt, bocsássatok meg, hogy Péter, Feri, Ilonka. Jó, egy kicsit elragadtattam magam. Hát én erre csöndről szeretnék egy pár gondolatot. Foglalkoztatom már hónapok óta. Csak a saját oldalamat nézem, és vannak speciális társaságok, ahol azok jönnek. De Ilonka azt mondta, hogy Ilonka mondta, hogy csönd van. Hát én inkább másképp fogalmaznak, halálos csönd van az országban. Ez jobban megtudít a valóságot. Mert úgy szétszórodott a társadalom, hogy vannak nagyon gazdagok, voltak gazdagok és szegények. Most vannak borzasztó nagyon gazdagok, vannak szegények, és vannak borzasztó szegények. Annak a szegénynek most, sajnálom viszekedtem vele, a kevésbé szegény voltam, borzasztó szegény. Egy tanúcukor volt a műfában. Tehát abban a halálos szegénységben nincs kellik az embereknek társaságba járni, gondolatokat cserélni egymással. Kisebb mondja, hogy nagyobb annál, hogy mi van a társadalommal? Ez a halálos csend. Ez olyan csend van, hogy ha most nem érzed fel valaki, vagy valami nem érzed fel ezt a magyar társadalmat, akkor meghalunk. Meghalunk. Mert ha nem halunk meg, akkor vergődni fogunk. Tehát az élő halottak leszünk, ha nem érzedünk föl. És ebben csak a politikusok a hibásak, csak a cégek. Köszönjük szépen, Péter! Feri? Hát én a fizikai aktivitásról szólnék hozzá. Hát a fizikai aktivitásokkal állásfoglalom szerint, ha más nem is, de legalább gondolatokat tudunk képezni. Visszakanyarodva az ISPÁ-hoz, ugye volt egy korábbi videó interjú vele, aminek már 22-es a betekintése, de ugyanakkor akkor tegnap is készült bele egy videófelvétel, annak is elég jó a nézettsége, a mai napon is készült, és visszakanyarodva az irénykéhez, nem utolsó sorban, azt mondta, hogy negatív jelzés is volt. Te elfelejted azt, hogy pozitív is, mert hiszen készítettek vele fotókat is, még hozzá külföldiek is, és nagyon üdvözöltek, és tetszett nekik a plakátod, annál is inkább, hogy angolul is el tudták olvasni. És ide kapcsolódik, tudjuk, hogy az Irénke akkor, amikor a parlamentből kijöttek és egy bűzőség bemutatása volt, azt mondta, hogy miféle cirkusz ez. És valakit ez valószínű a Baratai arra késztette, hogy írjon erre egy cikket, hogy cirkuszt és könyeret a lépnek. De se olvasta le Irénke, pedig rohadt szólt. Akkor hol van az aktivitás? De meg is kellene osztani. Így van. Pontosan, ez nagyon fontos egyébként, tehát ugye ez most ránk is igaz, hogy még az itt aktív, tehát akik egyébként terepen aktívak, akkor most a Beres Istvánnal törnünk az oldalon, tehát ezt azért jól látjuk. Tehát sokkal többet kellene az oldalhoz is írni, az oldalról megosztani, például a Turulról is megosztani, tehát ez is nagyon fontos. Amit mondtam korábban, mindenkinek a saját oldalára is megosztani, tehát ez is nagyon fontos. És azok, akik nincsenek itt velünk az utcán, tehát a nézők, akik nézitek ezt a élőt is, a mozgalmi találkozót és egyébként más, azoknak is sokkal többet kellene mozogni. És mindenkinek sokkal többet kellene mozogni, tehát tényleg nagyon nagy szarban leszünk, hogyha ez így marad, ez a fideszes önkény a bankokkal együtt. És a Véronka? Az Marika, hogy az Unic Credit Bank az szóba került, arról jutott eszembe, hogy a kiskonasztázi Erzsike mindannyiunkat szeretettel üdvözölt Puszil, megműtötték a kérdést, ez a csípőjét nem tudom pontosan, de jól van, és nagyon nagy szeretettel gondol rá. Nagyon jól van. Igen, úgyhogy jól van. Jól és jobbulást kívánunk neki, és ugye ne felejtsük el, csak ugye, hogy esetleg a nézők nem tudják, hogy kiről is van szó, arról az Erzsike néniről, aki hosszú időn keresztül egyedül, úgy, mint Barika, egy évig
minden nap szinte felment Budapestre, és valamelyik minisztérium előtt, a parlament előtt, bankok előtt, az MNB előtt, szintén szendvicsemberként, úgy, ahogy Marika csinálta, teljesen én egyedül vélemény. Volt, hogy igen, volt a ketten, volt, hogy eljött a mi akcióinkra, így van, és ő az, akihez többen oda mentek államtitkárok, miniszterek személyesen, még maga Matolcsi is köszöntötte őt egyébként, oda mentek és megkérdezték, hogy mi a lószerén állít, és hogy tudnak-e segíteni, és több helyre behívták. Végül odáig jutott a történet, hogy a bankjában azt mondták neki, hogy oké, Erzsike néni, akkor mit szeretne? Erzsike néni elmondta, jó, rendben, csak most már hagyja ezt az egész fasságot. És annyira nagyon volt már a nyomás a miniszterek, a kormánytisztviselők, a politikusok részéről és a bankok részéről is, hogy ennek az ember oldjuk meg, mert nem szeretnénk, hogy itt legyen tovább az utcán. És megoldották. Pontosan úgy, ahogy ő szerette volna, tehát elfogadták az ő ajánlatát. Most ilyen azért elég ritkán van, hogy nem alkudozik a maga, hanem elfogadja valakinek az ajánlatát. Tehát ezek szerint ez egy tökéletesen működő dolog. És hogy... de nem akarták el. Nem, hát ezt sokáig nem fogadták. Hát ez tovább ment. Mindent. És egy év alatt ezt meg tudta oldani. És ezt mindenki meg tudja oldani, hogyha állandóan újból is újból megyek. Emlékezzetek a mesére, a kiskakas gyémánték rajtszárja, az is arról szól, kitartó vagy, odamész, hangos vagy, nem hagyod magad, ha börtönbe vetnek, akkor is csinálod, és mindig csinálod, és úgy is te fogsz győzni. Tehát az nem lehet, hogy legyőzzél, hogyha végig csinálod. Akkor nem fogsz győzni, ha feladod, ha puha pöcsösködsz, és át, jó, nem, azt az én nem csinálom, mert mit szól a szomszéd, mert esetleg jönnek a rendőrök, esetleg valaki majd beszól, esetleg valami nem úgy, de menni kell és csinálni, és csinálni, és csinálni, és újból, és unjanak meg, és mindenki rólad beszéljen a környékbeli rendőrséget, és minden politikus rólad beszéljen, és minden bankát tőled rettegjen, és a biztonsági őrök messziről szóljon, itt van már a Veres, mondják ezt, és ha véletlen egyszer nem sárga pólóba megy, és akkor utána mondja azt a biztonsági őr a telefonban, amit mondhatok, hogy a Veres István jött be, de nem ismertük meg, mert most nem sárgába volt, és mint egy elnézést kér a bőrnökeitől, hogy elengedte egy bankba a Veres István, és valószínű, hogy a Veres István képe ugyanúgy le van adva minden bankban, mint a milyen volt már 2013-ban, ugye a bankokban azt mondták, hogy hát azért tudják, hogy minden nevéletünk nem le van adva a fényképünk. És ezt kell elérni, mindenkinek a fényképe legyen leadva, mert mindenki bemegy és elővesz egy papírlapot, és mindenki kéri magának a kiposztást. És százával és ezrével legyenek birtokvédelmi eljárások, és paráztasság, és minden egyéb. Na akkor fogunk győzni, mint a franciák. Aki nem engedték, hogy ott tüntessenek, ezek akkor is ott tüntettek. Elzavarták őket, visszamentek. Majd elzavarták az rendőröket, majd megint visszamentek, És mit csinált a Macron? Azt mondta, gyerekek, fél évig most én nem csinálok semmit, mert nem szeretném, hogy ez legyen tovább. És elérték a céljukat, és elérték, és nem kellettek hozzá politikusok, nem kellettek hozzá szónokok. Láttatok ki a képeken színpadot, és szónokokat, és észosztokat, és bambán bámuló tömeget? Nem! Zenét, meg dobokat, alulsz, a dobok azok mondjuk voltak. Dobálók is voltak. Oda mentek, és egyenként mindegyik kergetőzött a rendőrökkel, és amíg az egyik csapatot kergette a rendőrség, a másikat visszamentek. És elcsalták őket a rendőröket a kis utcába, ahol nem tudtak fellépni megfelelően, és a többi meg visszaszivágott. És ezt csinálták a Párizsban is minden helyet. És azt mondta Macron, hogy elhelyettem, ezen emberek már tovább kekeckedni. És Orbán is ezt mondaná, és a bankárok is ezt mondaná. És ha mindenki, amikor minket kitiltottak a Laura útról, és főleg engem, hogyha oda sorba és sorra járnának szárassával az emberek, akkor Csányi vagy elköltözne, vagy azt mondná, gyerekek, oldjuk meg, mert ez így azért nem teljesen jó. Finokra. Így van. És az Orbán megmondta, hány 13-ban, hogy legyek 1 millió, és akkor megoldódik. A másik, hogy azért nem tudtak a sárga merényesekkel tárgyalni, mert nem találták a szervezőt. Nem volt, nincs szervező. Nem volt észosztó vezető, mindenki csak csinálta, és mindenki tudta, hogy azt akarja, hogy jobb megoldás legyen. Igen. És ezért mentek, és nem adták oda valakinek a képviseletet, nem bízták rá egy politikusra, nem bízták rá egy önjelölt vezérre, aki szónokol a Kossuth téren. Bárki szólhatott, bárki csinálhatott valamit, és bárki nem csinálhatott valamit, ez mindenki eldöntötte, de leginkább csináltak és tettek.
és egyik helyen is föltűntek, másik helyen is föltűntek, és azért nem tudtak velük mit csinálni, mert nem egy helyre összpontosult az emberek, mert egész Párizsban voltak megmozdulások, és a vidéki városokban is voltak megmozdulások. Az meg az még jobb, hogy sárgában voltak, igen. Igen. Tehát ez abszolút jól működik. Ehhez képest látom a Facebookon, hogy majd valamikor január 15-ére szerveznek blokkádat. Tehát valószínűleg szóval mit csinálták? Kiment elő három ember, blokkádot csinál. Kiment négy pár ember, az is blokkádot csinál. Tehát nem az, hogy mondjuk megszervezzük, hogy legyen valami, meg majd március 15-ére, hol van még március 15-ére? Tehát ezek azért így ronarok szóba veszik. Igen, nagyon fontos, hogy az állandóság, tehát nekünk most a lángot kell fenntartani, de jó lenne most, ha valaki még csinálna ezt a lángtartást, mert azért sokkal legjobb lennénk is. Tehát majd mindjárt a végére mondom is a lángot. De előbb a tiédhez, hogy pár nap alatti kitartás a franciáknál hova vezetett. És pár nap volt, csak sokan, és összevitt a tanulmányt, és terjedt, mint a ragány. Ide is, oda, és aztán Brüsszelbe is, meg mindenhol. Tehát emberek mozdultak, maguktól, tehát nem kell hívni őket, nem kell könyörögni nekik. Napot, nem tudom pontosan. Két. A második két végén rendbe került a történet. Nálunk az a baj, hogy vannak a nagyon szegények, és vannak azok, akik hónapról hónapra megjönnek, de ínuk szakadtából dolgoznak, és örültem például a munkahelyüket, hogy elveszítsék, és nem mernek szabadságot kivenni, nem mernek elmenni tüntetni, mert meglátják őket, mert nem tudom én, akinek munkahelye van, az veszettől dolgozik, és nem lehet semmit se csinálni. Ez a baj, mindenki be van tolva. István még igen? Akkor a Péteréhez olyan hangsúlyan mondta a borzasztó szegénynek, amiről beszéltem itt az elején, hogy sokaknak szaloncukor Mikulás gyerekeknek családok nem jut, a borzasztó szegények. És a plakát országa vagyunk, arra teli. De azok gyerekeket, meg mit tudom, ilyen családokat támogat, de a mi plakátjaink ellen meg vannak, megkurcolnak, bíróságokra titálnak, azért, mert elmutatték plakátot, hogy büdös bankár kormány van. És ezért, mert hogy nyalod a bankárok segélyt. És még a Péter, hogy milyen hangsúlyan mondta ezt a borzasztó szegényet, az ügyészen, hogy milyen hangsúlyan mondta pusztító tűz, mikor a görögökről beszélt, hogy mintha már rég, de minden. Úgy adta elő, hogy Pókaláta úgy beszélt erről a dologról, hogy már rég minden. Olyan lelkesedéssel, hogy akasszák fel, mert már ég. Péter majdnem ilyen hangsúlyan mondta, de ez így is van. Ennyi a borzasztó szegény. Csak nem mennek még most semmit sehova. Én a Marika szeretnék válaszolni, hogy azt mondod, hogy időszakasztályig dolgoznak, hogy félzik azt a kisállást. De pontosan ezt használja ki mindig a hatalom. Mindig van lejjebb. És ha mindig az emberek meg akarnak felelni, vagy túl akarják élni, akkor bármit meg fognak csinálni, és soha nem fog semmi történni. És a vége az lesz, hogy tényleg egy önkényuralom lesz, ahol lesz egy uradalma, nagy urak is lesznek a cselédek, mert ez szolgassák, így van. Sűrűségben is akarnak bennünket tartani mindennel. Már van. De még ennél nagyobb is lehet, hogy fokoztak le. Én ezzel tökéletesen egyetértek, csak hogy sokan ezt még nem látják, akik kinyugtatottáig csinálják ezt a dolgot. És még annyit a Péterhez, de azt mondok, hogy vannak nagyon gazdagok, szegények és még szegényebbek. Most az lesz, majd lesznek nagyon gazdagok, és lesznek a nincstelenek, akik már nem is szegények, és semmi. Sőt, ez is már úgy ezért helyet közben kialakult. Na, írja, hogy még mindig tart a tüntetés Franciaországban, és van néptalálos áldozat. Áldozat nélkül nincs siker, gyerekek. Ezt megmondtuk korábban is. Lesznek eljárások, lesznek börtönök, és lesz, ki belehal. És azért ne felejtsük el, hogy ebbe a harcba is már haltak bele harcosok is. Tehát azért olyanok, akik tettünk, tehát azért nem is kevesen vannak ilyenek, tehát tudjuk őket sorolni, tehát ők is ennek az áldozatai. Csak a franciák ezt lenyomták két hét alatt, nálunk meg már 6 éve csináljuk, tehát nem hajlandók az emberek megmozdulni és oda baszni. Ugye rendesen, de nem kell erőszakoskodni, mert ugye a franciáknál sem úgy kezdődött, azért lett egy kicsit erőszakosabb, mondjuk azt, hogy mozgalmasabb, mert a rendőrök belepofáztak. Nem kellett volna basztatni a tüntetőket. És ha nem basztatják őket, hanem elfogadják, hogy rögtön az elején oda mehessenek Diadolivhez, a Champs-Élysées-re, akkor gyakorlatilag lehet, hogy egy héttel előbb is megoldódhatott volna ez a dolog, mindenféle kődobálás, meggyújtogatás nélkül.
Tehát mindenütt az a probléma, itt nálunk is, hogy belétek kötnek, hogy kimentetek a Kossuth térre egyedül egy plakáttal is. Belétek köt a rendőrséget. Csodálkoznak, hogy hülyének nézzük őket, csodálkoznak, hogy hülyére veszünk. Mi a francia kellett ma a KNH banknak belénk kötni a rendőrnek, nem? Miért kellett problémázni? Simán azt mondta volna, hogy jó napot kívánok, oké, még élőben vannak, kérem az igazolványokat és elmegyünk. Akkor nem lett volna elmagyarázva neki a Marika részéről, hogy kellett volna bemutatkozni, hogy kellett volna igazoltatni, stb. Stb. Nem lett volna ebből probléma. Ez majdnem ugyanolyan volt, miért kötött belénk? Miért kell? Hagyni kell, ott a véleménynyilvánítás alapvető joga volt neki. Történt valami abban, nem történt valami, nem is kellett volna egyébként igazoltatni, de ha igazoltassa, hát ezt kapta parancsba, ki a francot érdekelt volna, nem problémáztunk rajta. De az, hogy a rendőr nyugál a kameráért, hogy ezt hagyjuk abban, mert ő ehhez nem járul hozzá, hát azért várjuk már meg. Nem tudja szóra semmi között. Nem, 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 nem. Ez rendes rendőr volt, rendes egyenruhában öltöztettek be rendőr. Lehet, igen. Tehát, hogy ugyanezt történt, mint Franciaországban, ott se kellett volna basztatni a tüntetőket. Nem azt mondani, hogy gyerekek, menjetek a Mars térre, bárki a Champs-Élysées-en akartok, de kiküldünk benneteket a lehetetlen, hogy mögé a mezőre, és ott tüntessetek. Persze, hogy idegesek lesznek az emberek, nem? Nekik jó munkája. És a sajtó munkáját akadályoztak, ahelyett, hogy segítenek. Így van, pontosan neki azt kell mondani, jó, bocsánat, igazoltatni kell önöket, mert a bank ezt kérte, de egyébként szerintem nem is kérte, és akkor utána mehetnek tovább. Hát ne csodálkozzon, hogy nem kapcsolom ki az élő közvetítést, hogyha látom, hogy igazoltatni akar. Hát még kapcsolálnál. Egyébként a törvénynek úgy szól, hogy szolgálatban lévő rendőr bármit ott van. Persze, persze. Tudta a rendőr? Igen, így van, de nem is ez volt, itt a lényeg, ez volt a lényeg, hogy ugyanaz a párhuzam, mint Franciaországban. Az ő agresszív fellépésük hozza magával mindazt, ami van az a Bévacsos, az a nagy mellű nő volt a Bévacsból, ő nyilatkozott a francia tüntetésekről, hogy igen, a Kamera Anzertson, így van, tehát ő nyilatkozott róla, hogy ő maga elítéli az erőszakot, de az, hogy ez erőszakban tolt volt, ez csak is a hatalomnak köszönhető. Macronéknak, a diktatúrának, a rendőrség fejetlenségnek és agresszivitásának. Semmi másnak nem tűnt, nem lett volna, és ha nem csinálják ezt, akkor nem fürkálják össze a diadalívet. Azok szépen ott eltüntettek volna a diadalív. Környékén még láttam olyan képeket, hogy először még elkezdték a tüntetők irányítani a forgalmat is. Hogy akkor azért hadd menjenek az autók is, meg ők is hadd tüntessen. Megjöttek a rendőrök, vigyázás, betárdázás, minden lófaszat. Hát még kellett ezt, minden folyt a maga helyi ügyét, vagy a maga volt. És aztán sárgák lettek, mert lefújták őket sárgák. És a mentősök és a középiskolások. Igen, abszolút. Mert nálunk ilyet a mentősök nem mernének csinálni. Egyszer volt, hogy a nővére tüntettek, és szerettem volna csatlakozni, mert nem lehetett. És nem engedték. Nem közösködnek. Ezt, mert akkor a sárga Mária el volt magától szállva, hogy a Gyurcsánynál egy színpadon lehet, és akkor nekünk már nem kellenek sárga pólósok, majd devizások, mert már minden maga. Amikor Gyurcsánynak már nem kellett, akkor sárga a keretvágott magán. Tehát Kocsi azt mondta, amit akart, hanem amit előírtam. Hát így van, így van. Hát ezzel le is szerepelt egy politikussal együtt. Abszolút így. Nem lett volna ezzel volt, ha megtartja a másik irányt is. Tehát, így van. Szerepeljen a politikussal, bár ugye nyilván nekünk ez így nem működne, hogy külön-külön minden, vagy jön mindegyik, vagy akkor nem kell egyik se, de ő így választotta. De az, hogy jó, nem mindenki más leszart már, és senkivel nem akar együttműködni, onnantól kezdve én azt gondolom, hogy teljesen vége volt ennek a dolognak. Ami nálunk jól működik, és amit egyébként mindenkinek javaslunk, az ilyen tiszavirág életű tüntetőknek is, hogy az állandóság, tehát amit csinálunk, hogy mindig ott vagyunk, mindig csinálunk valamit, mindig kitalálunk valamit. Ugye most hallottam, hogy valaki csinatnak, hogy most elmegy külföldre, és mondjuk egy évig hallottuk őt a Facebookon, meg néha egy-egy akcióban részt vett, és most súlyt, feladta is vége. Hát 6 éve csinálja, ne hülyéskedj már. Hát egy éve csinálta, és most elmegy külföldre, és ez akkor alatt történt. Hát mindjárt, hát valaki korán feladja, az az ő problémája. Péter? Tudjátok, hogy én nem szoktam bántani az otthon maradókat, meg a magyarokat általában. De ne felejtsétek el, hogy Franciaországban hagyománya van a forradalomnak. A francia nép az olyan nép, ami Franciaországban a kukorizó kakas a nemzeti állatuk, nálunk a fuli, de most készül a törvényjavaslat, hogy a birka lesz. De ez nem vitelek, ez így volt az ingyen. Hát azt jelenti, a galkakasnak a magyar fuli között őrült különbség van. Erről lehet a
példa megmutatta. A diadali példa megmutatta. Hát a, ja, hadd csatlakozzak ehhez, amit mondtál, ugye néztem elég sok filmet erről a francia tüntetés sorozatról, és egy kicsit ugye elszomorodtam, tehát ők a tüntetők Marseillaise-t énekelve rohamozták a rendőröket. Próbáljuk már meg a mi himnuszunkra rohamozni a rendőröket. Elénekeljük a himnuszt, és itt letargiában sírunk. Tehát ez is egy alapvető különbség, tehát arra nem rohamozunk. Az igen, Marseillaise-t énekelték, előre ország népe, mentek is a rendőröknek hátráltak. Mert amikor egy ilyen van, akkor már nem fosol, akkor néz, és akkor tudod, hogy és nem csak te tudod, hanem a Macron is tudja, hogy úgy végezheti, mint a király. Ő is tudta. Mert ezek elindultak, mert ezek énekelnek valamit. Tehát ugye nekem régi, tehát ifjú korom óta vesző paritám, hogy ezt a hímnuszt le kellene cserélni, mert belemegyünk szerintem. Hogy így siratjuk magunkat. Nem véletlen, hogy a mi tüntetéseinkkel mi nem nagyon forszírozunk ezt a hímnuszt, és ha csak lehet, akkor nem énekeljük sem előtte, sem utána el. Tehát ettől most közösen sírjuk van, az sok értelme. De a régi magyar hímnusz is ilyen volt, hogy sajnos az a baj, hogy nekik ennek hagyományokat. Igen, szóval nem jó szó. Persze, én tisztelen becsülöm, mert ez a nemzeti hímnusz. Abszolút, lesz. Hát már megbőltük a jövőt is. És nem is csak, csak mondom, alapvető tévedés, ha már ennyire rettenetesre kellett összehozni az utolsó strófái azoknak, jobban passzolna ide. Mondjuk a régi magyar... Szánd meg Isten a magyar, hogy kezdődik. A régi magyar hívusnak az volt legalább a mondani valója, hogy ez a nagy boldogasszony szólt, és hogy Magyarországnak ide is már egy élő szentje, hogy a nagy boldogasszony, hogy segítsen meg bennünket, most meg már senki esetleg kíván, már tényleg teretjük a munkat. Szóval ez a hímnusz, ez abszolút. Az óriási különbség volt, tehát ott ment, volt ez ilyen három órás összeállításokat, láttam különböző hírcsatornákról, és közben dolgoztam, írtam ezeket a beadványokat, és énekelik a Marseillaise-t, és akkor mennek is, és hátrálnak a rendőrök, és kicsit aztán ők hátrálnak, amikor a rendőrök többen lettek, majd megint, és állnak a mert ugye ott sincs most meleg, állnak ott frankon a vízágyúval így, és lövik őket a vízágyúval, és nem érdekli őket. Tehát óriási tegyek. De mi volt már 2006-ból, hogy akkor ilyen csaták voltak? Mi lett ezekkel az emberekkel, hogy ott már hát azok azért sokkal politikai, tehát ők vannak most hatalmon, Marika. Politikailag, tehát persze voltak az áldozatok, és voltak a szarkabarók, akik ugyanúgy, tehát a Jobbik és a Fidesz politikai irányítása alatt voltak. Tehát ugye azért vannak... Azért valóságos csaták voltak. Persze, sok ember elhitte, hogy a jóért küzd, és közben meg nem a jóért küzdött. Na, de hát ilyen csatak élne most. Én nem vágyom egyébként erre a csatára, hanem hogyha elég sok a határozottan... De ez nem, mert nyilvánvaló, hogy a rendőrség fellépne, ugye az se biztos, ugye? Most gondolj el azt az esetet, ha nem Irénke mászkál egyedül a diktatúra felirattal meg én, hanem ezt ezen ember teszi minden nap, amikor megy munkába, amikor megy a munkából haza, amikor viszi a gyereket. Hát mennyiből tartana egy ilyen diktatúra zászlót vinnie? Ez olyan nagyon bonyolult lenne? De erről beszéltem, hogy ezt nem lenni. Hát akkor meg azt sem fogják merni, hogy szembeszálljanak a rendőrökkel. Hát csak nézzétek meg az irodaházas balhét, 19-en maradtunk bent. Az összes többi észosztó paszkalap, mindegyik kiment, még mielőtt szóltak volna a rendőrök, tehát nem is volt felszólítás, és ők már kimentek. Hát ezekkel mit kezdjük is? Ezek hívogatnak most is, hogy gyere Laci, üljünk le, beszélgessünk, beszéljük meg, hogy legyen, hogy a faszba legyen, hogy te az elsőre kinéz. Hát akkor mi legyen? És akkor még utána másnap meg minket ízéltek, hogy mert miattunk nem mondhatták el a kerekasztalon a beszédüket. Annyi dolog. Nem vették észre, hogy nem azt kellett volna? De úgy sem engedték volna be őket, nem? Hát őket beengedték volna, ez az a problémájuk, hogy így ők sem lehetnek, sőt, akik bementek, azok is fölöslegesen mentek be, mert nem volt bent kerekasztal, hanem valahol valami templomba csinálták meg. Miattuk, mert mi vagyunk a hibásak érte. Tehát azért mondom, hogy ilyen emberekkel nem lehet mit kezdeni majd, amikor lesznek olyan emberek, aki először fölmeri venni a diktatúra zászlót, aki először kimert venni egy plakátot a bankjára, aki meri vállalni rendesen az arcát és rendszeresen megosztani a valóban cselekvő történeteket, aki megmeri mondani olyanoknak, akik csak dumálnak, ugye itt a Tóth József ír egy olyanról, aki sokat dumál a Facebookon és cselekedni, keveset látjuk, hogy
aki ezeknek megmeri mondani, hogy figyelj, te csak rubálsz és nem cselekszel. Tehát akkor ilyenek lesznek, és ebben kialakul valami, akkor tudunk majd olyanokról álmodozni, ami mondjuk Franciaországban történik. A Péter mondataival szeretnék, hogy a francia vér, a forradalmi vér, a hős tettek, hogy ott vannak emberek. Na most Orbán Viktor azt mondja, hogy a konzultáció hasonlója, hogy migráns ne. Tehát nem migránstól szaporodjon a magyar. Őtőlük szaporodjon csak. Nem, mert akkor tolvaj lesz mindenki. Ilyen forradalmi vérrel kell nevesíteni, frissíteni a magyar, majd akkor leszünk forradalmárok, nem csak mi állunk ki, hanem kiállnak majd többen is, mennek azok az áfiók ott az utcán, itt is, ott is, ahhoz is, és akkor majd leszünk. Tehát ne Orbán vérrel szaporodjon meg ilyen az ő bandájából, mert az mind tolvaj lesz, hanem szaporodjunk akkor inkább a franciákkal, akkor jön egy kis hős, egy kis forradalmi vér, és akkor biztos vannak anyák, akik bevállalják, mert csak én nem. Hát egyelőre Orbán bandájának van pénze, aki eltartani. Hát ki tudják eltartani, ez világos, hát azért is megy ez a kibaszott nagy, bocsánat, plakát erdő az országban, hogy ők. Hát itt lehet is mi volt az árja. A Viktor most úgy csinál, mintha ő lenne az árja. Nekem is készül már az ilyen plakátom. És mindjárt Péter következik, ehhez hadd mondjak ez, hogy a forradalmi vér, vagy a nálunk a puhaköcsű vér, tehát hogy melyik van szó. Tehát ha jól belegondoltok a francia történelembe, 1848-ban, amikor ugye mégiscsak tőlük indult ez a nagy forradalom, vagy hát nem tudjuk, hogy hogy volt, de itt tanultuk, akkor ott még nem voltak migránsok. Ugye nem települtek be Fekete-Afrikából, vagy Észak-Afrikából az emberek, még gyarmatuk se volt, tehát semmi nem volt. És mindig is harcosak voltak, és kivégezték a királyt. Nem mentek oda. Na, és lebontották a Bastille. Az már 1789. Az később, így van, az előtte volt. Tehát ők már akkor ilyenek voltak, ugye megcsinálták a forradalmukat, a Bastille-t lebontották, a királyt kivégezték, és most ugyanezt csinálják, pedig az embereknek, vagy az ottani népességnek majdnem a fele már betelepült migráns. Tehát nem arról szól, hogy... Nem tudom, hogy ilyen hülyeséget. Most teljesen mindegy, tehát itt azon múlik, hogy egy nép, mert van-e öntudata, akar-e valamit csinálni, azt tanulják generációkon keresztül, hogy nem hagyom magam, hogy elzavarom a büdös picsába a politikust, aki rajtam élősködik. Marikai dolgokat. Egyébként szerintem most pont mindig teszteltünk a magyar népet, ezzel például ezzel a 400 óra túlórával. Gyereket is, láttátok? Hát most lehet, hogy én azt gondolnám, hogy ez már kivette a biztosítót, hogy szóval 3 év múlva kaphatod meg, és kötelező lesz szombaton bemennek dolgozni, hogy most már, aki, ahogy mondtad, hogy mennyi bérje jár be, hogy az így, mikor ezt meghallotta, azt mondja, hogy na, akkor én is ezt leteszem, és nem értek meg, és fölállok, és megleszem. És figyeljétek meg, nem állnak fel, és mit csinálnak most, mert röhögnek. Hát gyerekek, hát ezt is meg lehet csinálni, akkor már mindent meg lehet csinálni. Tehát ezt pont beszélgettük a Ferivel, hogy nem véletlenül találják ezek. Nem olyan hülyéket. Nagyon jó. Még az Unióban is tesztelnek bennünket. És tényleg, nem mondja azt, mint ahogy tényleg én emlékszem, amikor itt 2013. január-februárja volt, hogy most már ugye mi mennyit fizetünk, de nézzük meg, és akkor tényleg az ember azt mondja, hogy elhatározom a kurva életre már elnézést, de most már nem vagyok hajlandó. Ennyit kifizettem az autóra, többet is, mint amit kell, nem fogok fizetni. És egyszer feláll. Tehát azt mondom, nem ki előbb álltakod fel. Ugye te is előbb. De az ember szépen lassan felébred, hogy mi az Isten van az emberekkel, még mire várnak. Tényleg, ha a kórházba kerül, baj van. Most már ugye kórházba csak úgy néz, hogy a sürgősségiről, és ott is majd felszámítoznak, hogy most lehet, hogy bajod van, de nem olyan, jön a másik, akinek súlyosabb, feláll. Tehát lehet, hogy másfére te is meghalsz, érted? De hogy mi kell még az embereknek? Mi kell még az embereknek? Hogy fölálljanak végre. Most akkor tényleg szombaton is be fog járni dolgozni. Valaki mondta, hogy a Tesco-ban, hogy jönnek a külföldiek, és hát már hajnalban benn vagyok, és este megyek haza, és azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Hát de te tehetsz róla, mert hagyod.
Mindenki, aki hagyja, az tehet. A rendszert mi értettük, ez a Gandhi annak idején megmondta, hogy a békés együttműködés, azzal lehet valamit elérni. Igen, pontosan. Tehát a rendszert, ha nem értettük, akkor nem értettük. És tudjátok, mit hallottam, talán egy politológus vagy egy író mondta, hogy a diktatúra, ami most van, tehát ez a fajta diktatúra, ami most van, hogy élni vagy, ez sokkal rosszabb, mint amelyik megöl. És először nem értettem, hogy miért, de most már látom. Mert ez a vergődés, ez a máról hónapra való, tényleg sokkal rosszabb, nem? Ez lassan, de lassan megöl. Lassan megöl. Igen. És hát például ezzel lehet, hogy majd szombaton lesz egy tüntetés, hogy két hétet óta tudjuk ezt a 400 órás fasságot, és akkor most azon versenyeznek, ki csatlakozik jobban, de én mindent látjuk, hogy hány ember lesz ott. De hogy mit fognak csinálni? Tehát elmennek a Jászaide, jó rövid séta lesz, tehát Jászaitól a Kossuth térig, az egy viszonylag... És már véget is ér, 3 órára. Tehát miért kell 3 órakor hazatni? Nem tudom. Egy órától 3 óráig. Azért néztem, mert én délelőtt angol órán vagyok, és nem érek oda 1 órára. És néztem, meddig tart, 3 óráig tart. Hát 3 órás lesz összesen, tehát igen, egy óráig 10-13. De 10-13. Igen, úgy lesz 3 óra, de az is 3 óra. Na mindjárt. Igen, tehát hogy azért mondom, hogy ez így... Ezt úgy kellett volna az embereknek kitalálni, hogy jó, hát én úgy csatlakozom, hogy én nem dolgozom most akkor szombatig. 2 héttel ezelőtt abba hagyta volna a munkát, és december 8-áig nem dolgozik. Nem dolgoznak a tanárok, nem dolgoznak az orvosok, nem dolgoznak a buszsofőrök, senki nem dolgozik, és onnantól kezdve, ne féljetek, nem lett volna, még csak megvitatva se, de nem hogy szabad. Bezárják az összes benzinkutat is, hogy a főmufti se tudja, mit kezdeni. Így van, pontosan. Ez ilyen egyszerű. Na, úgyhogy aki kérdezte, vagy többen kérdezték, hogy mi megyünk-e szervezetten, biztos nem, tehát én sehogy, és szervezetten meg biztosan nem, tehát nem így lehet a rendszert látni, hogy valami jól megvett szakszervezeti vezetők összedugták a fejüket, csinálják egy tüntetést, és ha majd a tüntetés nem hoz eredményt, akkor gondolkodunk a sztrájkon. Miket van csinálni először, abba hagyjuk a sztrájk, és majd utána kivegyünk az utcára, de hát nem, na mindegy, először sztrájkon. Vagy azon gondolkodunk, hogy elfogadjuk a kormány ajánlatát? Igen, erre kell megnézni egy kis időt, hogy ugye a kormány is megnyitott, hogy miért nem kell kitalálni a kormányból. Miért tárgyalást folytatnak? Úgy fog lezajlani, hogy ennek még nem van vakció, nem jött el. És akkor ott elmondja az illetékes ember a dolgát, hogy ez már is első. Nem majd meglátjuk. Rendőrsorban. Hát egyszer megbeszélték, leegyeztették, megkérdezték, szabad-e? A franciák nem kérdezték, hogy szabad-e, azok mentek, azt csinálták. No, szóval akkor eljárásaink, tehát ennyi az akciókról és arról, amit műveltünk, és az aktivitásról. Budaörsi birtokvédelem, ugye bőrösen kész vagyunk mind a háromba fellepesztünk, mind a háromba elkaszálltak minket, azzal meg is vagyunk a mai napon. Ugye itt van egy érdekesség, ugye ebben a fellevezésekben az eljárási szabályokat különböző bíróságok másképp értelmezik. Ugye valahol azon küzdenek velünk, például az 5 ügyesben, a 2. kerületben, hogy most akkor kell-e 7 tanú a fellebbezésre, míg előtte mondjuk legalább 6 ügyben tanúk nélkül bement a fellebbezés, és arra olyan, hogy másodfokon is már véget ért, hogy legalább is folyik, és senkinek nem hiányzott a 2 tanú a fellebbezésről, itt az 5 ügyesben mindenkinek kell ezek a tanúk. Holnap ugye Budaörsön gazdaságos tárgyalás, visszapakolva első fokra. Ez is egy olyan dolog, ugye Lacival kicsit több mint 1 évvel ezelőtt az OTP-ből 1 napra lecsuktak minket, tehát egyenes út a börtönbe az OTP-ből vittek, tehát most menni se kellett oda. Volt egy tárgyalás ott rögtön másnap, aztán elkaszáltak tárgyalás nélkül, aztán elkaszáltak tárgyalással, majd fellebbeztem, és a törvényszék visszadotta első fokra, tessék előről kezdeni, mert jól csinálták. Mert hogy meg sem magyarázták, hogy mi a probléma, úgyhogy holnap ez a fajta megmagyarázás miatt egy új bírósági titkár lesz Budaörsön, ahol minket nagyon szeretnek. Én magamról tudom, van másik is. De van másik, igen, mindig van egy másik bírósági titkár. Hogyha keresztül tudva föl a titkárok a bíróban. Igen, ez a bíró között, hogy Anita mondta, egyenes. Jó, jól elkaszálltak, akkor bíró lesz.
Ez igen, egyenes út, hogyha a segget nyalnak, akkor bírók tudnak lenni. De van erre ellenpélda is egyébként, ugye mondhatjuk azt, hogy a mi eljárásainkban is edződött, Varnóczky Péter nem nyalt segget, és mégis bíró lett. Tehát azért van erre ellenpélda, tehát jelezzük ilyen Nagy Szabináknak, Hanzó Gabriellának, vagy a többi bírósági titkának, akik elkaszálltak minket, hogy nem kell hozzá a Lillácskának, aki ugye azt a hajléktalant is elkaszálltak, tehát nem feltétlen kell hozzá segélyt nyalni, kérdezték meg a Szigetszent Miklósi járásbíróságon Varnóczky Péter büntető bírót, hogy hogyan lehet egyenes gerincsel is bíróvá válni, bírósági titkár volt, tehát egész egyszerűen jónak kell lenni, tehát én ugye én beszélgettem, nem is tudom, Ráczkevin beszéltük talán, amikor az a nyugdíjba ment a... Igen, aki a mai tárgyalásnak az előző bírója volt, és vele beszélgettünk a Varnóczky Péterrel, ő akkor már ugye nem Ráczkevin volt, hanem Szigetszent Miklósa, és mondta, hogy ő mennyire tiszteli, és mennyire jónak tartja, és mennyire törekvő, és odafigyel, és tanul, és képzi magát. Tehát, és ő egy nyugdíjba menő bírónő volt, aki ugye nyilván látta a Varnóczky Pétert, mint ifjú bírósági titkát, ott felnőni, és onnan kikerülni, és bíróvá válni. Tehát körülbelül ugyanaz volt a véleményünk erről. Tehát lehet ilyen, tehát nem kell segget nyalni hozzá. És ez a bírónő mondta azt, hogy miért nem inkább itt a bíróságon nyilvánni fel a véleményt, mint a bankban. Ja, tudom, hogy ez volt az a bírónő. Ha meg felgondolunk, hogy a törvényszéke meg a PKK-ból micsoda közelharc folyik a plakátot. Igen, és egyébként tehát ez is olyan, hogy ha nem szarakodtak volna, hát egyrészt nem csináltuk volna, másrészt hamarabb abba hagyjuk. Hát az egész onnan indult ez a bírósági vélemény nyilvánítás, hogy amikor meg akartuk szállítani hangotűt és bugyis plakátot, ami szarra ázott a bíróság előterében kívül a radiátornál, hogy ment a meleg rá, hogy akkor kicsit megszállítsuk, és ott belépültetek, és rendőrt hívtak. Tehát hogy ebből indult az egész, hogy kitaláltuk, hogy ez milyen jó buli, hogyha ennyire nem tetszik nekik, akkor csináljuk és csináltuk. És látjátok, ott azokon a bíróságon, ahol nem szarakodnak, ott nem is csináljuk, tehát ott mi a francnak. Ott meg szóval teszik. Igen, ott meg szólnak, hogy nincs olyan, hogy akár, ez így már nem is jó. Ez az egész nyitotás nem pontosan. Legközelebb megkérdezik. Jó, a mai tárgyaláson, jó, igen. Igen, bocsánat, legközelebb megkérdi a forrásai bankot, nincs, akkor menjenek vissza. Igen, azonnal hazai adok. Vagy adok. Milyen büszkén megőrizte ott maga mögött a zsákba. Köszönöm, hogy szóltál, én közben Ilonkára figyeltem. És mai tárgyalás. Tehát ma ugye birtokvédelem Ráczkevén. Gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy szinte az első tárgyalás volt, pedig ez már egy elég régi ügy, ugye ő már a második bíró legalább, de lehet egy harmadik. Ugye itt is úgy kezdődött, hogy először elküldték az OTP-t a műves picsába, hogy mint ahogy a legtöbb birtokvédelmi ügybe, majd rájuk szóltak szerintem, hogy mégiscsak be kéne fogadni az OTP-s anyagokat, és ugye a bírónő megcsinált egy tárgyalást, majd nyugdíjba ment, ugye nem miattunk, amúgy is nyugdíjba ment volna, átkerült ehhez a bíróhoz, aki többször elhalasztotta egyébként az első tárgyalásokat, biztos nem ért rá, és most, hogy megcsinálta ezt a tárgyalást, ugye kértük az alkotmánybírósági eljárás miatti felfüggesztést, és mondta, hogy jó, hát a Pesztő majd átgondolja a tárgyalás nélkül, és nem is adott új határnapot, hanem azt mondta, hogy majd, ha hoz egy végzést, arra úgy biztos, hogy valamelyikünk fellebbez, tehát vagy az OTP vagy mi, majd amikor az jogerőssé válik, akkor fog kitűzni egy új határnapot. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ebből március, áprilisnél előbb nem lesz következő tárgyalás, és addig azért meg fogjuk tudni azt, hogy az alkotmánybíróság mit gondol erről, hogy a banknak ebbe bele kell leegyeznie, hogy ott véleményt nyilvánítsunk, vagy nem. Tehát ki fog most derülni, hogy az alkotmánybíróság mondjuk szembe megye saját maga korábbi döntéseivel, ugye a 13/2016-osban is van rá utalás, hogy azért lehet központban számára megnyitott magánterületen véleményt nyilvánítani, hogy ott van az alapvető jogok biztosa jelentés, amiben ugye azt mondja az alapvető jogok biztosa, hogy a közforgalom számára megnyitott magánterületeken nem azt kell vizsgálni elsősorban, hogy jogos-e a vélemény nyilvánítás, vagy hogy jogszerű-e a vélemény nyilvánítás, hanem hogy jogszerű-e annak a megtiltása és akadályozása. Tehát azért majd meglátjuk, hogy ez így következetes-e, hogy sikerül-e a Fidesznek most az alkotmánybíróságban nyilvánítani. De hogyha már ennyi bíró a banknak itt el, most azért eszembe jutott egy nagyon rövid sztori, a
amikor kérdezi egy ilyen bíró, amelyik a banknak kifér, hogy és hol a fizetésem, átutaltál? Hát persze, átutaltok, az már rég a banké. Például ugye, igen. Tehát ugyanabban a cipőben vannak, és mégis nem teljesen úgy. Nekik kell az a cipő. Így van, így van. És akkor ugye a másik nagy eljárás, ami ugye Marikát, Ferdinándot és Sándor Lacit érinti, amikor a 5. kerületi rendőrkapitányság elvi szinten eshetőséges lehetőségét fenntartva megállapított, hogy egyedül is lehet gyülekezni, tehát gyakorlatilag bár a törvény egyértelműen előírja, hogy kettő vagy több ember és nyilvános összejövetelnek kell lenni, ők amikor egy számmagában áll a Ferdinánd, egy számmagában áll a Marika a Kossuth tér másik részén, tehát legalább 52 méterre a másiktól, tehát az a minimum. Nem tudom, hogy mennyi méter, de sok. Tehát annyi méterre ott állnak, és ezt egyébként lehet, hogy le kéne mérni, amikor mentek majd a kihallgatásra, hogy hány méterre álltatok egymásról, ez egy jó kopa dolog lehet. Igen, és akkor ezzel menni, tehát hogy fel sem merülhetett, hogy ők ott gyülekeztek, a gyülekezés azért valami megkövetel, hogy együtt kellene valamilyen módon, hogy valamilyen módon elérhető, tehát hogy legalább beszélgetni lehessen, vagy megérinteni egymást, vagy közösen tartani egy plakátot, vagy valamit, vagy közösen skandálni valamit, de nem. Tehát az, hogy teljesen egyedül vonul oda valaki, egyedül feszít ki egy plakátot, amit valószínűleg saját maga készített, még ha hasonlított is egymásra, még ha hasonló ruhában is vannak, hát miért lehetne, hogy mindannyian hasonló ruhában vagyunk, és akkor kitalálták, hogy ők gyülekeznek. Tehát erre fognak 19-én, kedves nézők, december 19-én lehet a Szalai utcába menni, már reggel olyan 8 és 9 között, tehát valahol ott a Kossuth Lajos tér és a Szalai utca környékén lehet majd megtalálni a sárga pólósokat, és ott lehet nekik drukkolni, vagy szolidaritásukat kifejezni, hogy ilyen fasság miatt berángatják őket a Szalai utcába, és ott a rendőrségen kihallgatják. Eljárás alá volt személyként, gyülekezési joggal visszaélés miatt. Én szerintem nevetséges embereket csinál magukból ez az ember. Hát, ilyen alapon, ha valaki ott áll a Kossuth téren, egy maga, a másik a kúri előtt, akkor minden két ember eljárás alá volt. Ugyan, végül is a távolságban. Csak épp a gyülekezési törvényen erről szól, amit most kreáltak, ugye utóbb el eljöttem. Sok törvény nem arról szól, mint ahogy alkalmazzák. Én közben van itt egy kérdés egyik nézőmtől, Skok Istvánnék kérdezi, miként lehetne kierőszakolni a kormánytól, hogy kötelezze a bankokat a felvételkori átmenetben számoljanak el az adósokkal. Hát drága Istvánnék, úgy lehetne, hogy te magad is fogsz egy kurva plakátot végre, és kimész a bankod elé, a Kossuth térre, vagy a politikusok házához, vagy a bankárok házához, és minden nap megjelensz, ugyanúgy, mint más is, aki nézi ezt a közvetítést, meg aki nem nézi, akinek megosztjátok, és ezt sokan csináljuk, akkor bizony győzni fogok. Kisztián, kedves István Nézkok, csak úgy mondom, először is gondolkodjél jobban ezen a kérdésen. Árfolyamot, milyen árfolyamot számolod a forintot, egy egyenlő egyel. Egész addig, amíg feltételezés szinten elfogadjátok ezt a sevizalétét, addig lehetetlen. És onnantól, hogy feltételezés szintén sem fogadjátok el a sevizalétét, és kiálltok magatokért, onnantól jöhet el a megoldás ideje. Százak és ezrek Orbánházához, Csányi házához, Trócsányi házához, a bankokba, a bankok elé, és már is megvan oldva, és akkor lehet így is hívni, ahogy te mondod, lehet így is hívni, mint a Krisztián mondja, egész egyszerűen a bank levonva a kárainkat, maximum annyit kaphat vissza, amennyit adott forintba. És vegye ki a pénzét a bankból, és ne fizess. És ne fizess, és plakátoljon, és mindent. Tehát ez a módja, tehát ez az egyetlen módja annak, hogy ez megtörténjen, más módon ez ne érdekeljen, hogy az utcára kerül az ügyintéző, hogy lehet. Ja, a te érdeket számolja. Pontosan. Az ügyintéző az utcára akar kerülni azért ott, amennyit ő átad embereknek, az előbb-utóbb visszacsapódik. De vegye ki a pénzét a bankból is. Na, jó takar. Így van, és ugye most nagyon várjuk egyébként, tehát kár, hogy ilyen sokára tették ezt a kihallgatásokat, mert nyilván ugye már a kedves nézők még nem tudják, de bőven beszélgettünk már róla, hogy attól függ, hogy mi fog
jönni ebből a kihallgatásból. Már vannak új ötleteink, hogy hogyan fog ennél még látványosabban, még izgalmasabban menni a véleménynyilvánítás, de ehhez mindenképpen meglátjuk, hogy itt milyen határozatot fognak hozni a ti esetetekben. Tehát január, valamikor január közepén be fog gyűrűzni az új történet, mint ahogy ugye a gyülekezési törvényre is megvoltak a válaszaink. Nyilván erre most ez lesz a válasz a hatalomnak, ami ugye veletek fog történni. Vajon megcsukolják-e saját magukat, hogy bíróságra adnak-e egy olyan ügyet, ahol kétséget kizárólag nem bizonyítható, hogy bárki szervezte volna, mert ugye ebben az esetben kizárólag, ugye ha arra alapítják, hogy nem jelentette be a szervező ezt a gyűlést, mert hogy gyűlésnek tekintik, akkor még mindig azt kell kitalálni, hogy és ki volt a szervező. Kinek kellett volna bejelenteni, amikor senkinek nem volt szervezésre utaló magatartása, tehát nem mondta, hogy ki mit csináljon, mikor menjen, mikor hagyja abba, mi legyen a napi rendje, nem beszél többet, mint a másik, vagy nem beszél semennyit. Tehát innentől kezdve azért én azt mondom, hogy elég nehéz dolga van a rendőrségnek. Kedves nézők, arra figyeljetek, hogy gyakorlatilag csak titeket akarnak eltántorítani, akkor tényleg nyilvánítsatok. Illetőleg elgondolkodtatok ti már a hajléktalanok legzállásáról szóló törvényen? Időkérdése, hogy aki ott merészel egyedül vélemény nyilvánítani, azt mondják, hogy életét eszedben az utcán tartózkodik. Elgondolkodhatok már ezen? Igen. Ez is egy jó kérdés. Egy kicsit szélsőséges hozzáállás, de látok már csak. Ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ezért nem kéri el a rendőr a blokkinkártyát. Hogy nincs az én személyigazolványunkat kéri, és ugye lehet, hogy azért nincs blokkinkártya, nem adta oda, de hát nincs neki, de hát hajléktalan. Mert ugye mindaddig, amíg van lapcímed, addig ugye nem lehet hajléktalan szerintem. És akkor amerre tovább fogunk menni, az a lámpagyújtogató könyvből egy nagyon izgalmas és egyébként is időszerű kérdés, ez pedig arról szól, hogy hogyan tovább a saját ügyedet illetően, tehát kedves nézők, ha van kedvetek ezt így leírni, hogy a saját serizás ügyeteket illetően hogyan mentek tovább, akkor szívesen felolvassuk, és nekünk is ez lesz a kérdés, amíg ezen gondolkodtok, addig a jövő heti kérdést is felolvasom, az pedig az lesz majd, hogy mikor vált belőle civil érdekvédő, mi késztetett téged erre. És ennek a kérdésnek kapcsán, tehát a mai kérdés, hogy hogyan tovább a saját ügyedet illetően, fogjuk egy kicsit átbeszélni közülünk, akik most itt vagyunk, azok közül, hogy a saját ügye hogy áll. Tehát a saját bankos ügye, hol tart, merre megy tovább, mi a terve, és hogy hogyan fog a bank meglapolni. És akkor ki akarja kezdeni a saját ügyéről a beszámolást? Igen. Hát nekünk tegnap volt a Szigetszegiklósi Járásbíróságon a KNA bankkal a végrehajtást megállító szerint. Ugye ez most a hatodik tárgyalások a felső fokon, hát az volt itt a lényeg, hogy a fogyasztói jellegét kellett bizonyítani, mert mindent a felelősnek kell bizonyítani. Úgy gondolom, hogy ezen most már túl vagyunk, most ugye a kártérítésről volt szó, meg az elszámolásra kapcsolatos dolgokat próbáltuk felvázolni, amennyi időt engedett. Hát most abban maradtunk, hogy 15 napon belül be kell adnom egy újabb beadványt ezzel kapcsolatosan, és új tárgyalás majd hivatalból ad a bíró, azt nem tudjuk egyenlőre, mikor lesz. Hát én úgy gondolom, és én meg vagyok győződve róla, hogy jó úton járok ebbe az ügyben. Természetesen a harcot azt folytatom tovább, nem adok föl soha, ameddig nem győzök ki jól ebből a dologból, és én mindenki csak bátorítani tudok azzal kapcsolatosan, hogy így kellene mindenkinek napinta reggel fölállni, és így a másra nem hiszem, hogy számíthatok, mert nem tudom, elmondom el annyiszor, elmondtuk, hogy ugye a jogi utak el vannak vágva, vagy megmondóknak, stb. Ezt most idézhet, hogy nem, félek csak azon, amit te leteszel az asztalra és kiállsz magadért. Természetesen a jó csapattársaknak a segítsége és az ereje az mindig jó tárgyaláson, mert az erőt, és abból nagyon sokat megítheted meg. Tehát gyakorlatilag nem érzed magad egyedül soha. Ennyit tudok mondani.
Bocsánat, mi mondom, hogy mert például... Ja, ez egy oké. Igen, hogy a jogi út. Hát azért ti is csak jogi útat is választottátok. Az párhuzamosan, az mindig tudni kell, hogy nyilván nem indítok egy ilyen semmiségi pert, amiről tudom, hogy nem nyerem meg, de viszont azt, hogy a végrehajtást megállító pert, az akkor is mondja, hogy azt, hogy most mondjuk, tehát ha attól függ, hogy hátál az a bíró, azt mondja, hogy első fokon megnyerted, biztos, hogy az alperes szőleben. Tehát én arra értettem ezt a jogi útra, ha a kúrjáról is elkerült, hogy ezt az elmagunk megmondta, akkor felhasználja. Azért úgy akartam értelmezni ezt, hogy mindenkinek saját magának kell felelni, és akkor nyomást lehet gyakorolni. A mindenre, a bíróságokra, a regionáló hatalomra, akik ebben benne vannak, és ezért felelősek. Ki kell kényszeríteni magyarul. Igen, hogy lehet, hogy ezt szoktuk mondani, hogy mi nem csak azt csináljuk, hogy ugye sokan azt mondják, hogy járnak fölgölni, meg fertőzési vízketegségbe szenvednek. Nem, mi nem fölgölünk, hanem mi csináljuk, mi mindent azt, hogy végigjárunk. Nem, mi tanulunk, képezzük magunkat, hát leginkább a lakit, és így jutunk előre, nem csak úgy, hogy nem fizetünk, elmegyünk néha, kiszaladunk az utcára és hátradőlünk, azon kívül semmi nem, minden utat, minden lehetőséget megragadunk azért, hogy előrébb jussunk, és valóban a legjobb az aktív közreműködés. Hát ne felejtsük el azért, hogy ugye Ferdinand és Marika, ugye mind a KNTH-s végrehajtás megszüntető perüket, mind a Banix által indított perüket ügyvéd nélkül csinálják végig, és ugye most már egy éve áll a végrehajtásodok, a KNTH-s végrehajtásodok, tehát azóta fel van függesztve, és folyik a per, és még első fokon nagyon messze vagyunk a végétől, hiszen most adott ki még a bíró újabb bizonyítási terheket osztott ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt még rengeteg van első fokon is, és mi lesz még ugye első fok után, hogy erről szól a dolog, és mindezt anélkül, hogy százezreket fizettetek volna ügyvédeknek, összeollózva az internetről, tehát nem a kiskutya kismacska megosztásokat, hanem én ugye láttam a beadványaitok nagy részét, tehát ebbe bizony komoly anyagoknak az átolvasását igényelte, tehát mind beadványok, mind ítéletek, mind állásfoglalások, szakértői véleményeknek az átolvasása, értelmezése, hozzákapcsolása a saját ügyetekhez, tehát ez mind ezt eredményezte, de ezt megint mindenki meg tudja csinálni, tehát az emberek a nagy része tud olvasni, és össze tudja szedni, hogy az én ügyemben hol tartok, mi van írva a szerződésben, más, az ügyében, mit adtak be erre mások, milyen döntések születtek. Tehát ezt én azt mondom, az emberek nagy része meg tudná csinálni. Ugye Lehmann György mondta ezt állandóan, hogy tessék szépen a saját ügyedben aktívnak lenni. Tehát értelmezni tudni kell, hogy egyáltalán a bank hogy vert át téged. Ehhez semmi más nem kell, egy kicsit olvasni, kicsit tanulni, kevesebb sorozatot nézni, és a Facebookon, mert sokan mondják, hogy hát én nem nézek tévét, de órákat töltesz azzal, hogy kiskutya kismacskát osztogatsz a Facebookon, és mindenféle videókat nézegetsz, ahelyett, hogy ez alatt elolvasnál mondjuk egy beadványt, mondjuk a hitelsikerek.hu-n, vagy ott egy döntést elolvasnál a hitelsikerek.hu-n, vagy elolvasnál egy előzetes döntéshozatali eljárásnak a beadványát, vagy magát a döntést ezzel kapcsolatban, és akkor lehetne egy kicsit előre jutni, és mindenki tudná ezt tenni, és ettől leszünk nem hőzömből csőcserék, hanem az, akivel mondjuk a bíró megpróbál normálisan beszélni, az, aki mondjuk leiskolázza a bankügyvédjét, és a bíró is neked ad igazat, és nem a bankügyvédjének ad igazat adott esetben, és egyszerűen így lehet előre jutni. Tehát ezzel mindenképpen lehet, és ugye van még a banikos ügyetek. Igen, de még ezzel akarnék őket válaszolni, az, hogy mondjuk, hogy ügyvédnék legyünk, és hogy csak megállít a helyzet. Igen, ebben rengeteg munka van, tehát magában fejlesedve, de viszont azt veszem észre, hogy amikor az ember elmegy egy bíróságra ügyvéd nélkül, nagyon sok bíró kíváncsi arra úgynevezett konyha nyelvre, de ugye hát nem vagy egy jogi kiképzett, nem haragadtusokon egy jogszabályról beszélsz, hanem úgy párhuzamosan úgy
úgy, tehát azt a jogszabályt, hogy a konyha nyelvi megpróbálod megmagyarázni, és a bíró is akkor hajlandó arra, hogy ő is ugyanebbe a hang, ebbe a veszély stílusba, amit tudtok beszélgetni, és akkor egész jól megértik egymást, és úgy látom, hogy egyre több bíró kíváncsi erre, mert hiszen nem hiszem, hogy sok mindent tudtak volna erről a sheriffen alakuló csalássorozatról. Mert ezek nagyon sok, általunk nagyon sok minden kiderült már a bíróknak, bírók részéről. És hát az autóhitelünk az most meg ugyanúgy van, hogy a C51-17 pontra függesztették föl, hogy az Európai Bíróságot vizsgálhatja ezt a szabálypontot. Hát most érdekes volt a dolog, mert ugye olyan a szerződésünk, hogy lehetett forint kölcsönnek is tekinteni, meg deviza kölcsönnek is. És ugye a bíró mindenáron azt akarta, úgy akarta kiugasztani nyugat a bokorból, hogy én döntsem el, hogy most ez forint kölcsön, vagy devizakölcsön, de azt tudnak, hogy kell, ha sem is a szerződés és devizakölcsön volt, akkor csak a tőke jár vissza, az összes többi befizetett plusz pénz az meg visszajár az adósnak. Ha meg forint kölcsön, akkor meg csak az előre havonta kiegyezett kamatokkal, havi törlesztő részre jár neki, az azon felül rész természetesen visszajárnak. Csak itt azt, hogy hozzáteszem, itt 1.200.000 forintról van szó. Tehát nem mindegy, hogy alakul az, hogy ha semmi sem szerint, és akkor vissza kell fizetni az adott 1.200.000 forintot, a forint akkor csak 200.000 forintot, és ezt akarta a bíró, hogy én döntsem el, és akkor én mondtam neked, hogy vagy úgy akartam értelmezni, hogy hát ha én döntöm el, akkor minek a bíróság? Hát én tudom, hogy én hozzá akarnék dönteni, de én akkor kértem szünetet, és akkor beszélgettünk, egyeztetünk Lacika, hogy hát ugye akkor ez egy fogós kérdés volt akkor. És akkor abban maradtunk, hogy a hivatalból állapítsa meg a bírónő a szerződésből, hogy ez most egy semmi szerződés, vagy egy forint kölcsön. Ennyi volt az egész. Tehát ehhez tartottuk magunkat, és most ott is hivatalból majd. Ilyen nem, január 16-án lesz egy újabb tárgyalásuk kezdve. Ebből kifolyólag. Ja, és ugye nem beszélve arról, hogy mind a két esetben nektek jár majd vissza pénz. Tehát ugye azért viszonylag jó érzés ebből várni a következő történetet, hogy most vagy 200.000 kaptok vissza jó lehetőséggel, vagy 1.200.000, tehát azért mindenképpen egy jó dolog. Oké, más ki az, aki akar beszélni a saját kölcsönéről? Nálunk, mint gyerekszükségben jár az ügy, újra telefonált a Budapest Bank, és közölte, hogy testre osztott szolgott, testre szabott kölcsönsze, illetve visszafizetési részletet dolgozott ki, és meg mondta ott a szöveget, és mondom, megtudhatnám, hogy mennyi. 130.000 forint per hó. Annyi egy részlet. Mondom neki, igen, 85.000 forintból tessék kifizetni 130.000 forintot. Arra bevizetek én is. És végül most azt mondja, akkor adjuk el a házat, az ingatlan. Hát mondom, ezt könnyű mondani, itt a telepen már 6 éve van, aki árulja a házát, és egy verőszűnésem rá, mert nem igen nagyobb a házadás. És hát azt mondja, és mennyit ér a ház? Hát mondom, 5 millió. Azt mondja, hó, az nagyon kevés, az nem fedezi. Sokkal inkább nullát, hogyha nem tudják eladni. Na, és mondtam neki, hogy ha meg nem elveszik, vagy valamit, mondom, akkor munkanélküliség lesz, kirúgnak a szállásomból, és ezt soroltam neki, akkor maguk egy fillet nem kapnak. Akkor ne elökedjenek meg azzal, amit. Na most abban állapodtunk meg, hogy fél év múlva újra jelentkezik. Ha elég tökös valaki, akkor még a Budapest Bankén bérszomjas behajtóit is el tudja. Persze, mert ugye az a kérdés, hogy hogy áll a saját ügyed. Akkor én röviden elmondom, hogy mindig a másképp gondolkodókkal volt a baj. Nekem is velük, meg nekem is velem. Ez a bank és köztem lévő dolog. Mert azt, hogy a mozgalomban járok már 2014 óta, ugye, odáig jutottunk, hogy perben nem, de haragban még mindig állok a bankommal.
tett egyfajta ajánlót a balgyereknek. Ezt úgy képzeljétek el, hogy tett egy olyan ajánlatot, hogy sok ember százalékos arányban sokkal többet fizetett, bárki meg ki is fog fizetni. Én akkor ezt az ajánlatot elfogadtam, még nincs vége a dolognak, tehát még jövő év júniusában kellene valamit megoldani. Nem csodára várok, de még lehetséges, hogy még ezt is lehetne talán mindjárt, az sok embernek fel kéne állni. És ahogy mondtátok, hogy a felvételkor jár, vagy bármit ki lehet harcolni, csak egy kicsit másképp kell gondolkodni. Higgyétek el, az nagy baj, ha valaki másképp gondolkodik. A franciák láttátok, hogy az ők is petícióikat a végén ilyen kőformába átadták, de azt meg is kapta az, akinek ilyen kőformáját. És ekkor lesz, mert mindig csak kis plakátokkal járunk az igazunkat, és a véleményünket kinyitáljuk. Tegyétek ki is ezt. Még nem fejeztem be, de arra gondolték benne. Ja, igen. És a legnagyobb baj ott van, hogyha nekem 19-én a rendőrség megpróbálja megmondani azt, hogyha eszembe jut valami, akkor én hogyan gondolkozzam róla? Tehát ezt még meg kéne érteltek. Hogyha van egy gondolatod, akkor te saját magad őzlet mit gondolsz, és tegyél olyat, egyenlően békésen, tehát tegyél valamit. Most ezt próbálják nekem megmondani, hogyha gondolok valamire, így gondoljak. Csak feltételezzük, majd 19-én kiderül. De nektek, akik nem tesztek semmit, mint hogyha megmondták volna már azt is, hogy ne gondolkozzál. Na, tehát a kölcsön, de úgy állok, én komolyan mondom, Laci, tudod, te nagyon nem részteleszünk, kaptam egy olyan ajánlatot a banktól, mondom, én annak tudom, hogy másképp gondolkozom, és ezt tudom. Hogy én azt olyan, hogy mondjam, na. Tehát a százalékos arányban teljesen elfogadhatónak tartottam. A múltkor valaki beszélgetett arról, hogy havi részlet, de hogyan is jön ki az, amit visszaküldtek. Na most akkor elmondom, hogy amikor én abbahagytam a fizetést lassan, még éve talán, vagy talán több is, akkor 240 ezer forintot kellett volna havonta fizetnem, 2026-ig. 240 ezer forintot 2026-ig. A bank nem volt képes arra, hogy ezt a 138 hónap volt még hátra. Beszorozza azzal az összeggel, amit kiírt nekem minden hónapban 2026-ig, hogy ennyi. Ami csak több lett volna. Akkor az olyan 30 millió körül jött ki, és ők nem tudták beszorozni, mert akkor azt mondták, majd a te is megnézted, hogy 24 millióval tartom. Hát nem annyi, az nem annyira jött ki, az nem annyira jött volna. Amikor bementünk ugye az MKB bankba, nagyon idegesen írta, hogy papír már én sem tudnám elolvasni, tehát ez mind ahhoz hozzátartoznak, hogy a bank tette egy ajánlatot. Na, én kiszámoltam havi részletekbe, kezdettől fogva, amit ha be fogok fizetni a banknak, ha be fogok fizetni, de valószínűleg igen, kezdettől fogva 2019. júniusáig, csak 201 000 forintra jön ki a 2006-tól a 2019. júniusáig. Na, 2019-től még 2026-ig van ám 7 év, és ezelőtt a 7 év alatt én már nem fogok semmit fizetni. Mert itt a vége, hogy most mondtam. A bank ilyen ajánlatot tegye. Havi részletre kiszámolom. Mindez annak, hogy igen, ezt már egyszer mondtam, tehát igen, nem. Mindez annak köszönhető, hogy harcoltál. Én azt gondolom, hogy ez azért ezért lehetett egy ilyen remek és jó ajánlat. Amelyben kiharcoljátok, hogy még jobb legyen, akkor természetesen nem fogom vannak befizetni 2019 júniusában. Nem már 2019. Viszont van talán. 2019. Akkor nem fizetek gyerek. Akkor az lesz, amit ti kiharcoltok nekem. Milyen még a hát, amíg van valaki, aki kilomka például. Ja, hogyan tovább, tehát hol tartunk az ügyedben? Igazából az inkább fontos, mint hogy hogy indultál. Jó, de hát azért azt elmondom, hogy több mint öt éve nem fizetem a hitelt, és még itt lakom a házamba. Két évvel ezelőtt eladta az SHB Bank a tartozása az EU-s követeléskezelőnek, vagy nem, két éve mondta föl, és egy éve eladta a követelést, és most a követeléskezelővel egyezkedem. Méghozzá én azt tettem egy ajánlatot,
amire ők azt mondták, hogy kidolgoznak, február 27-én mondták, hogy kidolgoznak egy hónapon belül egy viszontajánlatot, és ehhez értesítenek engem erről. Hát ez még a mai napig nem jött meg ez az ajánlat, de viszont elkezdte a közjegyző, megírta, hogy kitelesítse a közjegyző, hogy tényleg az övéké ez a követelés, mert végrehajtást akarnak indítani. És azt megfelelveztem, azt a közjegyzői félpérulát, megírtam a bankomnak. Eddig én vártam az ajánlatot, de most már két hete írtam, hogy az én ajánlatom áll. Ők nem teljesítették az ígéretüket, én várom az ajánlatot, szeretnék pontot tenni a ügy végére, de még nem kaptam választ, de még nem telt a 30 nap. Úgyhogy én itt tartok, és hogy hogyan tovább, a végtelenségi tűzött. Amit én körvettem, én azt vissza akarom fizetni. Azt mondtam, hogy eltekintek a koromra való tekintettel, meg egyáltalán, hogy beteg vagyok, nem tudok úgy tartani, ahogy szeretnék, ahogy kellene. Eltekintek a kártérítéstől, hogyha én ezt le tudom zárni, akkor én nyugodt leszek, de addig biztos, hogy nem hagyom magam, és utána is nyilván, hogy amennyit tudok, megteszek a másokért. Ha én segítek, akkor azzal, hogy másnak is jobb legyen, hogyha még tudok menni, ha az enyém megoldódik. De nem hagyom magam, az biztos, hogy... És hogy azért jó pár beadvány, levélváltás, banklátogatás abban az időben, rengeteget kellett menni abban, hogy egyáltalán egyetlen egy információt kiszedjünk belőlük, így tizenakárhányan mentünk, és... De hát itt lakom még a házamban, és itt is fogok. Innen nem megyek el, az biztos. Mindenkinek ezt ajánlom. Álljon ki a saját igazáért. És hogy azért ilyen nyavajásan is azért csinálom, amit tudok, mert tudom, hogy igazam van. Hogy nem az, hogy fejembe vettem valamit ilyen vénasszonyos hóborként, és én ezt meg tudom, hogy igazam van. Tudom, hogy be vagyunk csapva. Én nyilván magamról beszélek, de sok millió ember vagyunk. És ezért nem szabad hagyni magunkat. Senki nem emberek. Még valaki? Megadom az elsőséget messze. Milyen bonyolult, de ahogy gondolod. Nyugodtan. No, tehát mi meg úgy állunk, hogy ugye Szopjonban, föl van topik a Szopjonban rendesen, és most ahogy írtam délután, vagy délelőtt, hogy meg is őrültek, ugyanis odáig jutottak velünk, hogy annyira kivannak tőlünk, hogy tegnap kaptunk 31 darab levelet Szopjonbantól, 31-et. Igen, kupac levél, le van mindig egy Zoltán a neten. Szerintem ez ennél bonyolultabb lesz majd, és ennél nagyobbat szoknak. Hát kettőt kibontottunk, többre nem volt időnk, tehát olyan nagyon nem sürgős a dolog, és kérdezzük, hogy mind a két levélben volt 10 oldal papír, 10 oldalon, mind a 10 oldalon 10 tétel volt felsorolva, és mindegy tételben 1 forint levonást jelöltek meg a számláról, tehát mindig 1 darab forint, ami valami, nem tudom, minek késelemi kamatnak a jutaléka, vagy valami ilyesmit tettek meg, és feltételezzük, hogy nyilván akkor mind a 31 levélben ez van, tehát összesen azt közölték, hogy a 2 vagy 3 héttel ezelőtt már felmondták a folyószámlánkat, hogy a folyószámlánkra összesen 3100 forintot lemondtak tőlünk, erre kiküldtek 31 darab egyforma borítékot. Úgyhogy ezek nagyon megzakalhattak, és ez azért lehetett így, mert ugye a Szopjonban, amit 2012-ben felajánlottunk egy egyességet, hogy vigyék az egyik házunkat, a másik a miénk, és felejtsük el egymást örökre, ők azt mondták, hogy mind a kettőt kell nekik, tehát akkor engednének el, mi mondtuk, hogy egy van lófasz, annyit a kicsit üvöltözött velük, majdnem rájuk borította a hosszú asztal, tehát olyan hosszú asztal, mint ez a szoba volt, ilyen konferencia teremben, és hát eléggé paprikás volt a hangulat, és ezek utána 2012-ben elindították a végrehajtást ellenünk, még 2012-ben, mi 2013 óta felfüggesztettük szintén ügyvéd nélkül, lémanós és mindenféle más beadványokat használva, és azóta föl volt függesztve a perünk, hol ez
ezért, hol azért, tehát először ugye törpüggesztették, és folytak a tárgyalások, volt vagy három, vagy nem tudom, hány tárgyalás első fokon. És aztán jöttek ugye a devizás törvények miatti felfüggesztés, majd jött a felfüggesztés a előzetes döntéshozatali eljárásoknál, és közben megtudtuk, hogy a Szopion Bank szerette volna a mi követelésünket eladni, tehát ők nem akartak velünk tovább adakozni, és gyanús volt nekünk, tehát az évek során folyamatosan láttunk nagyon drága autókat megállni a házunk előtt, és fényképeztek néhányan, és mindenkire jellemző volt, amikor kimentünk és közelítettünk felé, akkor nagyon gyorsan elmentek. Néhány rendszám föl is van írva természetesen, tehát ez azért így megvan, néhány le is van fényképezve, jó lehet ez még valamire, és aztán megtudtuk, hogy ugye a Szopion Bank feltette egy listára, amit követeléskezelők látnak, hogy vigyék már ezt a követelést, és ők ezzel nem akarnak foglalkozni. Bár nagyon jó áron van egyébként, nagyon jó áron adták el ezt a követelésünket, csak hogy ugye, mivel nem csomagban, mint mondjuk az Ilonkáé, tehát egyedi ajánlatokról van szó, hát mindenki eljött megnézni. Tehát ugye ezeken a listákon rajta van, hogy mennyi a követelés, meg hogy hol van az ingatlan, tehát mi a helyrezi szám, ahol az ingatlan. Hát és mit láttak? Látták a kiírást, hogy ezek bizony nem adják. Megtudtuk, hogy ezek a követeléskezelők nagy része utána járt, hogy akkor mégis kit vagyunk mi, és mindegyik azt mondta a Szopion Banknak, hát szopjatok vele ki tovább. Tehát velük, mert mi nem szeretnénk velük tenni. Míg nem valamiért most az ősszel valaki mégis megvette a követelést, tehát mind a két kölcsönt megvette valaki, de ezelőtt már egyezkedni próbált velünk egyébként, hogy akkor hogy tud majd belőle kiszállni? Hát mondjuk, hogy hát két módon, vagy nullába szállunk ki, meg a kártérítést kifizetik, vagy akkor egy üres telket kapnak, ami még ugye probléma lesz belőle. Hát majd valamiért mégis megvették ezt a követelést, amit egyébként azóta már el is adtak. Tehát informálisan, egyelőre azt látjuk papíron, hogy ők megvették, de már el is adták. Ezzel szemben a bíróságtól kaptunk két napja egy levelet, hogy a Szopion Bank könyörög, hogy engedjük ki őket a perből. Tehát, hogy ők nem szeretnének már velünk perben lenni, és a bíróság meg megírta, hogy a nyilatkozunk már, szeretnénk kiengedni, vagy nem. Hát mit gondoltok hétvégén, mit fogunk írni a bíróságnak? Nem megy sehova a Szopion Bank, szopik. Tovább szopik. Nem is kicsit, mert azért emlékeztetek vissza, hogy az egyik ügyvéd majdnem megfulladta a tárgyaláson. Én adtam a végén, meg sajnáltam, mert mondom, hasajtót szerettem volna bele. Egy kis hasajtó, igen, jó lehetett volna, amit a vizét adtam oda egyébként neki. És a másik kettő, amikor meg a PDT-n voltunk, azt is talán láttad, hogy mit összeizzadtak, amikor föltettünk egy kérdést neki, és kértek 15 perc szünetet, és 30 perc után sem tudtak válaszolni, telefonos segítséget kértem a kérdésre. Úgyhogy egy valamit érdemes tudni, és itt most a kedves nézőknek kérem a közleműködését ebben, hogy osszátok meg minél több helyen az interneten, hogy akik Szopion Banknál eddig szoptak, azok keressenek már meg minket, mert a Szopion Banknak annyira buta szerződése van, tehát annyira buta ügyvédjük. Buta az ügyvédjük is, igen, tehát az ügyvédeik is nagyon buták és buták, és annyira szeretnének megszabadulni ezektől az ügyektől, hogy jó esély van jó alkukat kiszedni, főleg ha jó sokan egyszerre fellépünk, tehát akkor veheti. És ugye az is igaz, hogy amikor mi ugye annak idején ezt a végrehajtás megszüntetést beadtuk, és az anyagainkat összeraktuk, ezt nagyon sok ember használta, tehát az anyagokat, vagy ezeknek egy részét, és vannak visszajelzések, hogy nagyon jó eredménnyel. Tehát a Szopion Banknál is nagyon jó eredménnyel, és hát gondolom még más banknál is lehet jó, de ez a Szopion Bank ez egy nagyon különleges. Tehát én annak idején még a Varga Istvánnal, tudjátok, a Jobbikos MNB-s Varga Istvánnal is beszélgettünk, neki egy ismerősének volt, szintén Szopion Bank kölcsöne, és hát ő is azt állapította meg, főleg azután, hogy meglátta, hogy mi mit adtunk be, hogy hát ezeknek esélyük nincs egyébként. Tehát minden Szopion Bankos ügyfél, akihez eljük ez, szóljon, mert ez a bank ez bizony nagyon-nagyokat fog szopni. Hétvégén azt is megosztjuk majd, hogy mit adtunk be a bíróságnak. Tehát ugye természetesen a Szopion Bank akkor mehet, hogyha kifizették azok kárainkat, költségeinket, és ebben minden benne van, mert ő miattuk lettek a börtönök, az eljárások, a tüntetések, az, hogy 6 éve gyakorlatilag nem dolgozunk, az, hogy nem mentünk nyaralni, egy szúgyok harciok ellen járunk az akkori autónkhoz képest. Gyerekekkel nem tudtunk így valamit foglalkozni, mint kellett volna.
és én is a többi nem tudtunk sportolni annyit, tehát annyi minden maradt ki az életünkben, és ez mind annak köszönhető, hogy ezek a seggfejek akkor 2012-ben harácsolni akartak, és nem voltak, nem elégedtek meg az egyik házunkkal, ami most egyébként a követelés kezelővel, az informális, tehát a nem hivatalos egyezkedés során ott járunk, hogy annak a háznak, amit akkor felajánlottunk, most már a fele is elég lenne neki. Már akkor is azt mondanák, hogy jó van, de hát mi természetesen nem adjuk a felét sem. Tehát itt jár az alkú. Tehát ebből adódóan nyilván most a perben bemarad a szopjomban, bekerül a követeléskezelő, meg akinek eladta, és ha ő eladja, akkor még valaki. És nyilván ez még nem tud folytatódni, mert amíg ki nem derül, hogy most végül is kinél van ez a történet, addig még folytatás sem lesz. Tehát ebből jó ideig senkinek nem lesz pénze, mármint rajtuk kívül, kivéve, ha a szopjomban kellőáll, és azt mondja, hogy na jó van gyerekek, akkor kifizetjük a káraitokat, és akkor hagyjuk az egészet a sugiba. Tehát ez lehet a jó megoldás. Hát mindenkinek továbbra is azt mondjuk, írja ki a házára, hogy nem adja. Vagy tegyen ki egy halálfejet, hogy aki el akarja venni, azt kiírja. Bármi, a te házad, azt teszel ki, amit akarsz. Nincsenek ilyen megkötések, hogy valamit nem írhatsz ki, vagy ez nem etikus, vagy mit szólnak a szomszédok. Hát azért a mi szomszédaink is eléggé meglepődtek ezen a dolgon, amit írtunk. Még ma is, ugye nyilván tudjuk, hogy kik azok, akik úgy nézik a házat, hogy nem követeléskezelő, hanem zarándokolnak arra az emberek, gyerekeknek mesélik el, hogy mi van kiírva, és miért van oda kiírva, és csomóan megkérdezik, hogy mi mindig tartotok, hol tartotok, hogy lehet, hogy ti még mindig benne laktok. 6 éve egy fillért nem kapogom. Igen, 6 és fél, lassan 7 éve egy fillért nem kapogom, és jól érezzük magunkat, teljesen tökéletes a történet, úgyhogy mindenkinek ezt javaslom, hogy küzdjetek, harcoljatok, ne hagyjátok magatokat, tehát nem szabad ezt hagyni, hogy elveszem minden, és minden megkapjanak valakik, mert ha mi most hagyjuk, akkor ezek elpanászódnak, és a gyerekeinktől még többet akarnak elvenni. Tehát megállt kell parancsolni a harácsolásnak, és meg kell mondani, hogy szó nem lehet róla azért, mert ez a mocsok szopjomban is átjött Ausztriából, ugye ott Bankurgellannak hívják, őket egyébként a Hypobank családhoz tartozik, tehát mindent tudunk róluk, még azt is, hogy hol lakik az ügyvezető igazgató, tehát természetesen minden megvan. Nagyon messze van, tehát azért, mert messze van. De ugye Bécsbe kiplakátoltuk a Bécsi Bankfiókot is Anikával, tehát azért ezt így kell csinálni. Tehát, hogy oda kell baszni nekik, és azért azt nagyon magba gyújtottam fel az elszámolást benne a bank közepén. Tehát vajon, hogyha százak és ezrek gyújtanák fel a bank közepén az elszámolásokat? Hát miért kell nekünk meghúzni magunkat? Miért kell nekünk visszahúzódni és azt mondani, hogy majd én kérjek elnézést, vagy én ne csináljak valamit, vagy én szégyeljem magamat. Dehogyis, szó nincs róla, hogy én szégyeljem magamat. Most is, bár ugye nem Szopjonban van Sziget-Szent Miklóson, vagy Szopjonban nincs Sziget-Szent Miklóson, de a többi bank szokott rendesen. És a karácsonyi vásár vagy ünnepség kellős közepén is leplakátolom, mint ahogy a múltkor, amikor ünnepség volt, halászterken a bankautomaták mellett, ott is leplakátoltam. Nem kell ebből ügyet csinálni. Menni kell, csinálni kell, véleményt nyilvánítani, kiállni, elmenni a házaikhoz, beadványokat begyújtani, olvasni, és győzhetünk. Tehát mindenki, aki kicsit is szeretne valamit tenni, az győzhet. Hát nyilván tenni, tehát nem elég csak önmagában, hanem minden nap úgy kell felkelni, hogy ma mit tehetek azért, hogy győzzek. És akkor menni fog. Bocsánat, még az én történetemhez hozzátartozik, hogy nagyon nagy vonalúan már a bank is miután felmondta nekem a hitelt, az elsétálás lehetőségét felajánlotta. Aztán ezt nem fogadtam el, a követelés kezelő, amikor tavaly megírta, hogy az övér már itt van minden, akkor ő is felajánlotta az elsétálás lehetőségét, és akkor hát mondom, hogy gondolják? Hát hogy gondolják ezt? Hát már úgy gondoljuk, hogy akkor mégiscsak tiszta lappal indulnék ott a nagyúj túloldalán, és akkor már még élni élek, nem volnák a nyugdíjam 50%-át, mert hogy annyi mondható az én nyugdíjamból. És ezt nem voltam, mert erre tettem az ajánlatot, és hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy
Hát azért ez jó. Sőt, olvassuk, mit tudom én, komoly szakemberektől is, hogy az elsétálás az milyen jó, mert akkor legalább sétálja ki, akkor, amikor egy 6 millióval tartozom, azt is el merem mondani, 6 millióval 60 milliót kér a követeléskezelő, és akkor 6 millió tartozás fejébe adjam oda a házamat. És a minuszat ér legalább. Igen, és akkor az életem munkája. Én nekem nem úgy van, hogy van még ezen kívül 3 is majd, de ha 5 lenne, akkor se adnám oda. Erre Petőfit tudom idézni, szinte pontosan így írta le, sétáljon a kurvanyátok! Tehát így körülbelül ezt mondta Petőfi, ő ugye azt mondta, hogy foglalad a kurvanyádat, de ez valahol ugyanezt jelentett. Tehát ugyanígy el akarják foglalni azt, ami a milyen. Szó nem lehet erről, tehát nem egyezhetünk ebbe bele, tehát erkölcsileg sem, és nekünk kell kitartani, tehát nálunk az igazság, és mi vagyunk többen, tehát ezt is észre kell venni. Én azért láttam azt a tartokat, amikor ugye ide jöttek egyezkedni az EOS-tól hozzád, és itt vártuk őket ketten sárga pólóba, és akkor az a kicsit le voltak döbbenve. Igen, valószínű, akkor elállt a lélegzetük, hogy még azok esetek, akik tudták megfogalmazni az újabb ajánlatot. Igen, szerintem nem kaptak azóta levegőt. Az sem vagy biztos, hogy ez a két üzletkötő, az bejutott élve a központba. Lehet, hogy azért nincs ajánlatod, mert nem vitték be az üzenetet, mert nem jutottak el odáig. Lehet, hogy az volt az a hírek, amikor két EOS-os üzletkötő infarktus kapott az autójába. Tehát simán benne van ebben a dologban, és mindenki megteheti ezt. Én emlékszem, amikor Zsókáékkal bementünk a UCB bank központjába, ugye Anita meg a Zsókáé, és ott kőkeményen előadtuk azt, hogy mit szeretnék. Hát nem kapott levegőt az ember, tehát az biztos, sajnálom, nem tudom, hogy azóta mi van Zsókáékkal, aki majd tudja, akkor szóljon nekik a hajú Zsókáékkal. Tehát, hogy és mi ezt komolyan gondoltuk akkor azt az ajánlatot, és szerintem jobban jártak volna, ha elfogadják, mert akkor Zsókáéktól is már megszabadultak volna. És ez így működik, és ezt így meg lehet csinálni, vagy még a kipereteknél jutott eszembe a Bosik Laci, emlékeztek rá, amikor egyedül, ő is ügyvéd nélkül, Budaörsön, ott a bíróságon, milyen komolyan védte magát, és milyen tökéletesen működik, mindenkinek jelentjük, hogy jövő héten Bosik Lacinak lesz pere Budaörsön, tehát ha valaki szeretne eljönni, akkor nézzenek, hogy hogyan tudja egy ember teljesen egyedül megvédeni magát a bíróságon, és milyen ügyesen ki tud állni magáért. Bizony voltam jó néhány tárgyaláson, bankos tárgyaláson, ahol ügyvédek voltak, akik védték volna a károsultakat, hát meg se közelítették azt, hogy akár ki kiálltok, akár a Bosik Laci kiáll, vagy annak idején a Boracsony, ha emlékeztek hozzá. Rászakadt az ég a bankárokra, tehát ezt gondoltátok, kedves nézők. Minden ezen múlik, hogy elég határozottak és elég kemények vagyunk el. És ha igen, akkor bizony ilyenek lesznek, fölhívják idénként. Jó, hát akkor beszéljünk majd fél év múlva. Tökéletes a történet, hogy soha, és úgy lennek vele, jó, hát akkor idénkéket is hagyjuk, mert sárlapulós, még a végén majd oda jön a házunk elé, és akkor ott fog problémázni, mint ahogy ugye voltunk is, nem egyszer. Hogy lehet, hogy egy félelőt kapnak. Hát nem is sokat, mert nagyon pár százal gyakorlít jelentően fizetve. De most arra ráteszem a kamatokat, a normális kamatok, még 2 millió hajlandók vagyunk fizetni, és akkor így a tíz lesz a vége. De az, hogy 21 legyen, hát egy élet. Szóval nem lehet róla. Igen, és hogy találja ki ezeket a számokat? Rájuk a másik. Igen, és valóban úgy van, ahogy a Sándor László mondta, hogy a másképp gondolkodóktól ők is elkezdenek másképp gondolkodni. Idén esetében is, hát az enyémben nem tudom, a tiétekben egyértelmű, és így szépen haladunk előre. És jó István van még hátra, az a kérem tiszteletben. Ez a durranás, ez azért volt, mert Sumákkal ott van a kályhában. Az emberek legyújtották ott, hogy én következem. Ilonka nagyon jól elmondta az első felvonásban helyettem, hogy miként áll ez az egész hozzáállás, az egész, ez nagyjából ilyen az enyém. Laci egyrészt nagyon jól elmondta, hogy a Sopronból jelentkezzenek emberek, akik hasonlók. Én már többször kértem, itt bankosok,
jelentkezzünk, fogjunk össze, tudjunk egymást, most is kérem, de utoljára valószínű, mert nem tudom ki mit csinál. És ott tart a dolog, hogy ugye 2015. szeptember 30-án abba hagytam a fizetést. Ott tartottunk akkor, hogy én tisztességesen beszéljünk tisztességesen, mert utána csak motyokról lesz szó. Tisztességesen 2.150.000 forinttal tartozom neki. Ők erre 7 és felett követelnek. Majd 2016-ban lett volna egy ilyen egyességi ajánlatunk, ahol ugye hárman voltunk, és utána Csányi eljárás lett belőle, most nem ez a lényeg, hanem ott adtak egy olyan mocskos ajánlatot, hogy innen engednek 10%-ot, onnan engednek 5-öt, meg ide, de azzal ismerjem el, hogy ők mit követelnek. Tehát nyilván nem fogadtam el. Hát, amit nem fogadtam el 2015-ben a politikus, nem fogadom el 2016-ban se, amikor csak 10%-ot akar engedni, akkor én 2,1-et tartozom. Tisztességesen. És akkor ugye éppen mindjárt visszamondtam adatkezelési dolgokat, stb. És akkor 2017. augusztusában felmondták ezt a szerződést, közben ugye harcolunk egymással, meg megyünk, már az őrök azok vigyázva állnak, rám vannak állítva, külön plakátletedő emberek vannak. Tehát azt tudja mindenki a Facebookról, a képekből, a videóból, hogy én igazán tükör vágom őket, ahol csak lehet. Mert én szeretném, hogy az MKK-tól visszakerüljön a TIB-bankhoz, mert a bűn az övé, én vele akarok elszámolni. Nekem az MKK-val semmi van. Na ott tartottam, hogy 2017. augusztus 1-ével felmondták ezt a szerződést, tehát jogtalanul újra kiadták az adatomat, úgyhogy nem kértek engedélyt. Majd 2017. december 13-án pont pár nap múlva lesz az évforduló, eladták egy Fidesz közeli MKK követelés kezelő cégnek, így aztán két irányú lett a harcom is, ide is, oda is, amoda is, és változatlanul mennek mindenfele a csipkelőzések, még mindig a házamba lakok, nem tudom mi lesz. Egyelőre ugye moratórium van, tehát úgy különösebb nincsen, de amúgy is ugye nagyjából tudjuk, hogy mi jön majd, ilyen végrehajtás, stb. De valamilyen úton rá kéne őket kényszeríteni, vagy valahogy arra sarkalni őket, ezért mindent megteszek a közjegyzőn keresztül, az adatvédelmén keresztül, mindenhonnan kicsit vágom, tippedem őket, plusz a látogatások, és akkor majd látjuk, jelenleg itt tartok. Tehát 2015-ben elkezdtem a százba pólósokkal, és azóta ott tartok, hogy még mindig a házamban lakok. Hogy hogyan, miként, azt majd látjuk, de úgy, ahogy elhangzott, nem adom, tehát nem adom. De azt sem engedem, hogy különösen adósággal verjenek. Nekem nem az a győzelem, hogy újra megvegyem a házamat 8 millió forintért, ahol most tart a követelés, most már 8,5-nél tart. Búrván, tehát ugye ez így megy. És egyszerűen nem lehet. Tehát én egyszer megvettem ezt a házat, megdolgoztam érte. Én még egyszer nem akarom megvenni. Ahogy Ilonka elmondta, amit felvettem egy tisztességes elszámolás alapján, azt visszafizetem. Azon túl majd kártérítés, meg ilyen, amit okoztak nekem itt a néveken keresztül, az egy másik rész, de közösen majd lehet ezt valahogy jóvá írni, elszámolni minden. Itt tartok. Én azt szeretném, ha visszakerülni a bankhoz, az ő bűne, az ő követte el, ő csinálta ezt az egészet, és vele szeretnék elszámolni. Nekem az MKK-val semmi közöm, vagy úgy lesz közöm, hogy bemutatják azt a mocskos szerződést, amit kötöttek, pár nap múlva lesz egy éve, 13-án. De erre sem hajlandók meg, bankitok. Akkor mennyiért vették meg? 56-os csomagban vették meg ezt a követelést. És ebben benne van 5 ismerősöm TIB-bankos, akik nem lehet tudni, hogy mit csinálnak, pedig ők is benne vannak, ott vannak. Ezt honnan tudtad meg is számítani, hogy 56-os csomagban? Ugye, ha járok a bankokban, meg mindig ott bárkihez szóljon az át. Én keveset járok, már láttam. Azt mindenki meg tudja, hogy milyen követelés, csak az egyet nem mondják meg. Azt meg vagy ebben, és ebben a csomagban ennyien vagytok benne. Ez kiderült, hogy 56-an voltunk akkor a vacsonnakban, köztük a mi riferink is a zalegetek.
őrkodból van, de most őréket tudom igazán hol tart. Ludgizi, meg mit tudom, hogy ő valami külföldi úton próbálja elérni dolgait. Majd látom, tehát itt tartunk egyelőre, és akkor... Már is köszönöm, mert akart még, de ha még bárki akar a saját ügyéről, akkor szóljatok, Marika, neked volt az. Na, meg hát ugye, én a korintosítási levél átvételt. Szumifredik, ugye azt azért hadd mondjuk el nézni. Azóta nem fizetek, mert átvettem azt a diktátumos levelet, és megláttam, hogy nézd meg, mit követelek. Én már abban voltam, hogy ki van fizetve, és valóban azt ki is fizettem, talán még a 20 000 forint alatt tartozom. Csak így mondom, ha bárki Unicredites nézi, vagy eljut hozzá, hogy nem tartozom, bár ezt már rengetegszer meg is írtam neki. Nagyon sűrű levelezésben vagyunk azóta, nem fizetek, és sűrű levelezésben vagyok. Sokáig tüntettem is a bank előtt, meg voltunk is, de ugye sárga forrósok egy párszor, úgyhogy most keményen őrzik a szabadságtéri Unicredit bankfiókot, hogy nehogy bejusson még egy tüntető. Mindig személyesen adom le a levelemet, úgyhogy őrületesen sasolnak, amikor bemegyek, hogy nem lesz-e belőle tüntetés, bár lehet, hogy legközelebb még egyelőre ezt nem csináltam, de lehet, hogy legközelebb tüntetés fogok, hogyha ez így megy tovább. Mindesetre sok hülyeséget eddig felajánlottak, mint megoldási lehetőséget, többek között az elsétálás, adjam el a lakásomat, nem tudom én micsoda. Tehát most legutoljára küldtek egy ajánlott levelet, amiben ilyen hülyeséggel próbáltak becserkészni, mert próbálnak arra rávenni, hogy menjek be én, majd hogy velük egyezkedjek. Tehát, hogy én meg egyedül megírtam, tehát minden komolyan mindig megírok, ismerik az álláspontomat, nagyon keményen odaírok mindent, hogy de egyedül nem legyek egyezkedni, tehát ezt felejtsék el, én csak tanúk jelenlétében vagyok hajlandó velük beszélni, na ez nem tetszene nekik is, hogy ezzel nem betűr, de most próbáltak arra becserkészni engem, hogy hát ha itt besétálok a csapdába, hogy adategyeztetés, mert különben nem tudok a számlára befizetni majd. Nem is akar. Ezek hülyék, igen, nem akarok én a számlára befizetni. Pedig nem fizettem, ezek utánsa fogok, mert úgy érzem, hogy én már ezt kifizettem, és nem vagyok hajlandó, sőt, megnyírtam nekik, hogy ők tartoznak nekem azzal, hogy kártérítést kell fizessenek, ezek ilyet, amit már itt okoztak nekem több mint 3 éve, egyszerűen nincs nyugalmam. Tehát azt hiszem, hogy ezt azért valamire kárpótolniuk kell. Próbálták eladni egyébként, tehát hogy mivel nem vagyok akkora nagy hal, tehát nem vettem föl 100 milliót, ezért nem pereskednek velem. Tehát annyit nem ér meg nekik, az egész szerintem már rég, ugye egész megfizettem, mert még lehet, hogy kártérítést is kaptak a biztosítótól, tehát több dolg pénzüknél vannak már. De ugye még többet akartak, ezért eladták. Tehát velem nem érdemes pereskedni, mert annyira nem megtétel, eladták. Még egy kis pénzt még besöpöltnek a Momentum Kreditnek. Csak hogy nem értesített róla egyik sem. Sem a Momentum, sem a Unicreditban. Egyszer csak a földhivataltól kaptam egy levelet, hogy hát akkor ők most bejegyzik a Momentum Kreditet. És rögtön berohantam egy hatalmas paksamét a irattal, minden félét megírtam, amit csak tudtam. Minden jogi dolgot összeszedtem, és megírtam, hogy tiltakozom ellene, hogy mi ez az egész. És akkor kaptam utána egy levelet, hogy mégsem jegyezték be. Eljárás jogi hiba miatt, amit felteszem, hogy az lehet most itt utólagosan már kiderült számomra, hogy ugye kellett volna, hogy közjegyzővel ezt az egészet közöljék, és közjegyzőnek kellett volna engem kiértesíteni erről a adásvételről. Ez nem történt meg. Úgyhogy, tessék? Neked mikor mondták föl? Nem mondták fel a szerződésemet. Egyáltalán nem mondták föl, tehát nekem még élő szerződésem van. Bár lejárt a futamidő. A futamidő az lejárt, 10 év volt, és az lejárt.
De mire feladták fel ezeket? Hát ez az ember, miért? Azért, mert csak. Aha, okay. De lehetett kicsit a csomagban. Annyi felmondva szerintem nem lehet eladni. Szerintem ez lehetett a liga. Aha, jó. Tehát, hogyha nincs felmondva, nem lehet, de lehet. Hát nem, mert akkor az nem lejárt követelés. Csak lejárt követelés tud venni követelés. De lejárt a kutam. Hát lehet, hogy a kutam időn miatt, esetleg lejárt. Hát a futamidő... De várjál, mert ebben az esetben teljesült a szerződés. Várjál, futamidő az ugye 2008-ra vettem fel, tehát az most az idén május lett. Tavaly még nem járt a futamidő. És amikor eladták, akkor nem járt. Akkor még nem járt a futamidő. Ő valami ott nagyon nem stíl. Na, igen, és ráadásul ugye kaptam a földhivataltól egy levelet, ami nagyon érdekes. Mindenki benne volt névvel és a helyrajzi számokkal, hogy ki mindenki. Volt benne az egész csomagban. Most ezek egy se tiltakoztak. Hát egyszerűen megállod. Volt egy-kettőnek, úgy láttam, hogy volt ügyvédje, az nem is tudom, miből derült, mert fogalmam sincs, hogy talán, hogy jogi képviselővel járt, volt egy bordi csoportosítva, valami volt, bár nem tudom, de volt, amiből kiderült, hogy egy-kettőnek volt ügyvédje, hogy az nem tudom, mit csinált, az attól el fogják venni, elmondnak már nyugodt. Igen, tehát ez hihetetlen, hogy egy csomó ember hagyja magát, nem küzd, nem harcol. Szóval ugye már eleve nem lehetett volna bejegyezni devizában, mert én az ellen is tiltakoztam, mikor beadtam a földhivatalhoz, hogy eleve nem érték volna be ezt. Ez is csak most akkor derült ki számomra, amikor ezt a jogi anyagokra valahogy ráhúppantam, hogy gyakorlatilag csak forintba jegyezhettek volna be 2008-ban, amikor én mondjuk fölvettem, nem tudom más mikor vette föl, de én 2008-ban, és egyszerűen nem lehetett volna devizában, tehát svájci frankban nem lehetett volna bejegyezni a követelést. Nem mindegy, és akkor hitelkeretet jegyeztek be, ugye ez meg a másik dolog, ami nem annyit vettünk föl. Sokkal többet jegyeztek be még ráadásul. Igen, hát ez is azt mutatja, hogy aki harcol, annak van ideje, vannak kedvezmények, vannak lehetőségek, tehát egy picit azért volt jó ez a kérdés, ugye mindez a lámpagyújtogatott, tehát Baranyai Csaba lámpagyújtogatott könyvéből jött ez a kérdés, hogy hol tartott egy ügyet, hogyan tovább, hogy lássák azért az emberek, és lássák a nézők, és osszátok ezzel meg, akik nézitek a közvetítést, hogy bizony, ha harcolsz, akkor győzhetsz, ahogy Marika szokta mondani. Ha nem harcolsz, akkor már veszítettél. Már veszítettél. Esélyed nincs rá, és a te példád nagyon jól végére is jön, akkor örülök neki, hogy ezt a témát ezzel le is tudjuk zárni, hogy gyakorlatilag neked visszadobták, és nem jegyezték be a Momentum kreditet, mindenki más, aki meg nem reklamált, azt meg simán bejegyezték. Tehát ugyanígy néz ki, amilyen kis, hogy még a legtöbb ember hagyja, hogy simán eladják a követelést, ilyen ellen küzdünk, fellépünk, Ilonka megfelelvezte a közjegyzőnél, Beres István ugye több ideje kéri azt, hogy dobják vissza a címnek, mert az MKK-val semmi dolga nincs, Marikáikat még meg se próbálták eladni, vagy lehet, hogy megpróbálták, és nem sikerül, mint a milyenket. Tehát mindenkinek meg kell találni, és minél több eszközt használni, ugye minket valószínű élek óta az mentett meg attól, hogy eladjanak, hogy ki van téve a házunkra, és hogy ugye eléggé ismertek vagyunk a sebizás harcban, de mindenki lehet ismert. És ráadásul ugye ebben a körben, itt a sárgapólósok, már bárki lehet ismert. Tehát nem úgy vagyunk, mint más csapatok, hogy csak egy valaki viszi az egészet. Hát azért emlékezzünk vissza a több százezres nézettségű filmbe, ahol a Marika és az Idénke van benne, a Beres Istvánt, aki teljesen önállóan küzd és működik, a Golcs Marikát, akitől retteg a rendőrség, hogy majd mi lesz, ha esetleg egyszer végrehajtásra kerül a sor, vagy kilakoltatásra, tényleg bele fogja vágni a vasvillát. Tehát, hogy ezt kell mindenkinek elérni, és ugye mi abszolút azon vagyunk, hogy mindenkinek legyen egy saját arca, mindenkit, őt ismerjék, ne azt, aki a fényjelzi az adott csapatot. Tehát mindenki minél többször szerepeljen, és ezért, ha belegondoltak, ez 2015-16-ban indult, amikor azt mondtuk, hogy igenis mindenki alakítson ki egy saját kis varázs, éppen most évfordulós, majd holnap fogom szerintem megosztani. Ugye emlékeztek, a Nyugati téren volt a szenvedélyem a vélemény nyilvánítás,
és micsoda önálló felszólalások voltak, vagy a 2015-ben emlékeztek a Sofitel Hotelnél, amikor mindenki kaphatott mikrofont, és utána, amikor többször leültünk, ugye te ott kezdted, amikor ugye utána mindenki, amikor leültünk a József Attila utcában, még két tüntetésen, és akkor mindenki beszélhetett, mindenki bemutathatta a saját maga arcát. Hát ez sokkal jobb és sokkal félelmetesebb a hatalom számára, hogyha egyénileg véleményt nyilvánítasz, viszed a kis tábládat, nem a nagy tömegben egy birkaként néz, mert akkor nem tudják, hogy létezel, akkor nem tudják, hogy fosni kell tőled, akkor nem tudják, hogy te majd föl fogsz lépni, de amikor oda baszol nekik, na akkor ez működni fog. Úgyhogy mindenkinek ezt javasoljuk, hogy mindegy, hogy velünk vagy nélkülünk, tehát nem kell, hogy feltétlenül velünk csináljátok. Kicsit annyiból könnyebb, hogy kitaposott az út és jó a csapat. Tehát tessék szépen alakítani kis közösségeket. Mi, amiket itt sikereket elértük, ebben támogatjuk egymást, megbeszéljük, ugye nem csak az élőben, hanem egyébként is. Adunk egymásnak anyagokat, ott vagyunk, amikor tárgyalni kell. Tehát ugye azért a Ilonka, amikor tizenvalahányan mentünk be az FHV-ba anyagokat beadni, ebben az ügyben. Ugye a Marikáékkal egyszer nem álltak szóba, a Pistvánnal hárman mentünk tárgyalni, meg ugye emlékeztetek a Zsókáékat is mondtuk. Tehát hogy ezek mind nagyon fontos dolgok, és ezt bárkik megtehetik, ha közösséget alkotnak, már nem egyedül vannak, akkor bizony ez működik. De egy valami nagyon fontos, mert olyan már volt, hogy nem jönnek el velem a sárga pólósok ide meg oda. Az meg, hát te úgy jöttél meg? Tehát tessék szépen előbb adni a közösségnek, és neked is oda tenni magad, és igenis segíteni másokat, és akkor bizony van lehetőség arra, hogy más is megkapja ugyanezt a dolgot. Marika és István így volt sorban. Egyébként csak annyit, hogy éjszaka pont néztem egy politológusnak, mert hogy most a médiákról, a médiáról volt szó, hogy ugye nem bírja már el a média, rengetegként bekerülni, nincs olyan nézettsége, hogy megváltozott a világ, és azt mondta ez a politológus, hogy most annak van jövője, hogy otthon valaki leül egy számítógéppel, egy laptoppal, egy mikrofonnal, és odahív embereket, akik esetleg abban a témában tudnak beszélni, és arról tudnak beszélni, és feltetik a Facebookra, feltetik a YouTube-ra, és mindjárt ott lesz több százezres, akár milliós nézettsége is, míg ugye ezek a nagy médiák nem tudnak már ilyen nézettséget. Megváltozik a világ, és azt akartam pont még az elején mondani, hogy ezt kéne csinálni, hogy tényleg, aki úgy gondolja, hogy vannak olyan barátai, családtagjai, rokonai, akik hajlandók leülni, de mások is csinálhatnák ezt. Tehát nem kell ránk várni, és nagyon, én elhiszem, hogy nagyon nehéz messziről, de mindenkinek valahogy ki kell alakítani azt a közösséget, aki ezekben a dolgokban támogatja, és tényleg, tehát ez a... Annyi jó ötlet jön mindig, néha ilyen elszólásokból, csak hogy ötletezünk valami, és olyan jól megvalósulnak, hogy én ezt tudnám javasolni mindenkinek, hogy a saját maga kis közösségét létrehozza, hozzá létre, amivel akikkel tud cselekedni. De, hogyha nem kis közösséget, tehát egymaga is oda tehet maga elé egy kamerát, fölveszi, földobja a pénzre, és odaírja, hogy beszélgessünk. Mi a véleményetek volt? Most azért legyünk őszintén az ember társas fény, és egyébként, hogy mennyire jó volt, hát például itt volt a tegnapi bírósági tárgyalás, hogy olyan régen voltunk, hogy ennyien voltunk, és nagyon sokan voltak, és nagyon jó volt, és olyan sok erőt ad, nem hiszik el az emberek, akik egyedül mennek tárgyalásra, az ügyvédjeiket, mennyire más figyelnek a bírósági tárgyalásra. És azért hadd tegyem még azt hozzá, hogy változik a kép. Még két-három éve birkoztunk a biztonsági őrökkel, és most oda jönnek barátkozni, kezdet fogni, érdeklődni. Kellemes ösvegyeket így állam. Nagyon jó dolog. Igen. Tehát hogy szorítok meg. Két-három éve még mi volt birkoztunk. Igen, és azért azt viszont senki ne felejtse el, tehát ugye sokszor látok, hogy gyereke, hogy kiírja, hogy tárgyalásom lesz, gyertek. Hát az meg te voltál. Hát nem volt, hány tárgyalásra mehetne, és ott lehetne, és támogathatna másokat. Tehát miért gondolja, hogy akkor ő neki majd oda fognak menni. Semmivel nem fontosabb, mint bárki másnak a tárgyalása. Mi minden héten tudunk szinte egy tárgyalást mondani, ahol el lehet jönni, hogyha valaki szeretné. És az az előnye van meg neki, hogy természetesen, hogyha ez így rendszeres és állandóan ott van, akkor adott esetben közülünk is néhány ember elmegy, és ott tud lenni, és tudja őt támogatni. És valóban óriási dolog, és sokkal többet ér,
ez a fajta támogatás, mintha egy ügyvéddel megy oda, tehát ez bebizonyosodott már ugye több perben, hogy bizony önmagában az ügyvédben biztos, hogy ilyen nagyon sokat ér. Amíg annyit, hogy azért már több ember azért ébred olyan szempontból, hogy nem érzik a... Tehát, hogy mivel olyan sirány műsorok vannak, hogy gyakorlatilag nem nézik. Én például vagy 5 éve nem nézett televíziót egyáltalán, tehát hogy nincs is előfizetve. Tehát, hogy az egészen biztosan nem fogok nézni semmit, de pont ezért mennek. És azelőtt én is úgy rácsodálkoztam, hogy nem nézi a tévét. És mondom, már olyan természetes, hogy nem nézem, nem családtag, ez a hülyeség minek? Tehát, hogy való világ, vagy nem tudom én, meg az a sok olyan hírek, amivel csak félrevezetik az embert. Mi a fenének azokat nézni? Hát, és most is javasoltam két embernek a bankerőt, hogy ne olyan tévét nézzék, hát onnan nem tudják meg az igazságot. Legyenek egy olcsó laptopot és internetet, és az nézzék az internetet, olvassanak ott, nézzenek. Hát, bocsánat, Marikán kell követnem. Igen, tehát a tévében mondják azt, hogy menj be a bankba, add le a házat, tanítod, költözni az utcára, bevissza rendőr, készfelmunkára, hogy ennek ilyen jó lesz. És még vegyél tőlük el. És vegyél meg a hívet. Rájön az, hogy vegyek ki a pénzét a bankból. És így van. Én nem ezt akartam mondani, hanem hogy Marika, hogy mondta, hogy milyen jó ötletet adott nekem most megint a további jelenleg lévő kis harcomhoz, úgyhogy azt köszönöm. Majd a titkos után úgyis az Ilonkára is tartozik egy kicsit, csak úgy beugrott, mert ugye az ember benne van, akkor mindig jönnek a jó ötletek, és ez kell a társaság, hogy beszélget, tudod, hogy ezhoz van, ahhoz van, és akkor tud dolgokat követni. De amivel akartam kezdeni még itt az előbb ezt a beszámolómat, hogy hogy áll az ügyem, azzal akartam kezdeni, hogy olyan jó reklámot, meg olyan jó anyagot teremtünk ennek a lámpagyújtogató körnek, hogy a szerzőnek, meg a kiadónak igenem, hogy egy kis jutalékot majd itt a számlánkra, majd küldjenek már legalább egy 100 forintot ma. De hogyha minden tizedik eladott példányára kifizetik, akkor se fog egyszerűen megérkezni. Ennyi az összreklám. Mert hogyha a tizedik mozgalmunk keresztül mindig itt nyomjuk a igét, meg stb. Egyik vagyira való az helyenként már járhatnám. Köszönjük szépen előre is, boldog Mikulás! Szerintem Péter, akkor már kondizáltak volna, de mi időben Péter? Két Marikának előre, akit kell mondani, hogy valamit egy csepik szót, hogy szerzőtök énekünk Kupert. De szokta nézni a Fidesz műsorát. Hogy mondják a trollok, kunyerálók sok. Nem média kell hozzá, nem azok, nem televízió. Emberek kellenek ahhoz, hogy beszélgessenek. Emberek, akik érdeklődnek egymás iránt, meg a világ iránt. És az ott is egy, a fonóba is meg tudták tenni ezt valamit, a kultúrházakban. Hát azt mondják az emberek, azt mondják az emberek, a közösség iránti vágy iránti. Egyébként egy utolsó mondatot, ehhez pontának hallottam a rádiót, hogy egy 30 éves nő lehetett Indiában él, ottani, és hogy azt mondja, hogy mennyire mások az élet. Azt mondja, ha van egy darab alaprizsed vagy, akkor oda az utcán mész, oda mész egy idegenet adsz neki, megkínál, és már beszélgettek, hogy pontosan Európa az irány felé tenne, hogy elfelejtnek az emberek, beszélgetni egymással, nem keresik egymás kapcsolatát. Azt mondja, még a szlovákoknál, és nem tudom milyen országok említett, ahol még hasonló ez a szokás, hogy az emberek leülnek, és ha nem akarnak velük beszélgetni, akkor is oda pofátlankodnak. Hogy beszélgetésre készítessék, mert jó érzés beszélgetni az embereknek. Mert ha megnézitek nálam, mi folyik az országban, mindenkinek a fülébe a zene van, angyalmasan éven mindenki el, tehát mindenkinek már a személyes barátja a telefonja. És ez nagyon rossz. Ez nem jó. Bocsolnak az emberek. Én tényleg nagyon rövid mondat. A Péter, ahogy mondta itt a dolgot, hogy mondj, Kuruzsó vagy, hogy nevettél? Kuper. Többen úgy hívnak bennünket ez a bankszámla megjelenés alapján, hogy kunyerálók vagyunk. Nem. Emberek, ha mi vagyunk kunyerálók, a GKV-nak két hete égett le a székház, és 12 milliót kunyerált össze, ja. Akkor mi mit vagyunk? 3 éve, 4 éve, 6 éve harcolunk. És börtönbüntetések, meg mindenféle büntetések várnak ránk,
mi vagyunk, hogy nyarálunk, és ez mind a DK-nak köszönhető, a DK egy részének. Igen, pontosan. Várjál, a DK-t csak bérelt azt az épületét. Ja, hát mitől lehetett volna 12 milliós kára nekik? Ilyen drága, de rendszeres. Igen, tehát én csak megerősíteni tudom azt, hogy milyen jó érzés oda menni valakinek a házához, és beszélgetni. Ilyen a kövér vászló. A jövőleges körbe. Azért az, hogy olyan jó érzés. Hogy megkínálnak kávéval, és két évben se kapod meg. Mindent már kapod. Ha hozzak kávét, én is sem tudod meg azt, hogy hát itt a fel. Trócsányinál, Sumárpalinál a fűkönyt rángatják. Olyan jól látod, hogy otthon vannak, és látják, hogy ott vagyok. Örülnek nekem, meg minden. No, hát valamikor azért be kell fejezni, mert mindig van még egy mondat, meg még egy mondat, amit szeretnétek, ugye ma már nem lesz több még egy mondat, és a busz se vár, és még nekem össze kell rakni holnapra az anyagot a tárgyalásra, már délután már nagyjából fejbe van, de csak egymás mellé kell őket pakolni, meg kinyomtatni, úgyhogy izgalmas lesz mindenképpen a holnapi nap is. Ugye kedves nézők, ha szeretnétek változást, ha nem tetszik az Orbáni öntény, és nem tetszik a kiposztás, akkor tegyetek ellene, akár egyedül, akár velünk, de mindenképpen cselekedjetek, és ne készosztókra várjatok, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá! Hajrá! Mikulától elvég.